Na, jövök felfel a svédbe, itt már írja, hogy még sávba kell menjünk személyautóval, ebben a kikötőben semmi, de semmi bonyolultság nincs. Beadod neki Purgardent, Purgarden vagy Garten, mindjárt megmondom nektek. Jó. Én úgy döntöttem, hogy elmegyek egész Kopenhágáig, Purgarden, jó. És be kell menjünk jelentkezni, egy irodába kell bemenni, és nekem már egyébként ki van töltve egy lap. Tehát itt azt ilyen profin, ahol a pótkocsit megkaptam, ott mindent így irattak nekem kitöltve egyébként. Ez, tehát kettőnek kell lennie. Mutatom is nektek így, hát amennyire fog ez látszódni. Szétvő pakóval meg voltam bevásárolni, majd mindjárt megmutat, megcsináljuk a... vagy mindjárt, hát amikor megérkeztem a parkolomba, ahol töltöm a hétvégét, ott majd megcsináljuk akkor ezt a, hogy mi van a hűtőben. Sok minden, jó. Tehát ki van töltve, kell egy ilyen referenciaszám, ezt adja a céged, és akkor az összes többit lényegében értelemszerűen kitöltöd, de lefotózom nektek, jó, az enyémet, hogy van, szerintem nincs ezen semmilyen adat, nincs, mert ez úgyis csak mai napra van, lefotózom, és akkor mindjárt láthatod, hogy néz ez ki, de tök egyszerűen kitöltöd, ott van ez. Ezt mondja, hogy így van, jövünk a jobbra, tehát írja teherautóval, parkoló, stb. Azt nézem, milyen nyelven van ez, angolul. Szerintem franciául, németül, angolul van rajta. Jó. Na, tehát azzal be kell menjünk az irodába jelentkezni, ad egy zsetont, a zsetontól nyílik a kapu, és akkor megyünk. Itt nagyon gyorsan mennek a hajók, tehát ha pont lekések egy hajót, akkor szerintem akkor is nem tudom, egy 20 percet, vagy fél órát várunk. Itt nem is tudom, talán a 45-es pihenő megvan ezen a hajón. De nem drolnak előre, mindjárt elmondom. Régen voltam, én jártam fel, hogy elég sokat Oszlóba. És most svédbe megyek, de nagyon fontos, amit mondani fogok. Jó, tehát itt követed be, ahogy megy a csávó. Jó, megyünk be a parkolóba. Ebben a parkolóban aludni nem lehet. Van, hogy szoktak, én ezért kezességet nem vállalok, hogy te ide jössz és téged nem fognak elzavarni. Jó, tehát úgy gyere ide, hogy ezt tudjad. Itt van Scandilines. Le se kell állítani a kamiont, egyből becsattogunk, kimegyünk az elejére. Látod, mert ez bent alszik. Jobban jársz, hanem jó. Nekem is annó volt bent kollégám, aki bent aludt. Szerintem ne tedd. Várjátok picit. Leveszem ide a kamerát. Na, hová állsz, öcsém? Bejövünk ide előre. Innen lényegében ez egy perces mutatvány, tehát semmi, de semmi extra nincs benne. Előrébb úgy látom nincsen hely, akkor becsavarom külön mellé. Ki is van írva, hogy 30 perces parkoló, tehát még a 45-ös, hát nem lehetett ki, ja. Kicsit ilyen bénán állok be. Hát én. Kik vannak? Hát itt én magyar van mellettem. Jó. Én tróger leszek. Azért, mert bár mindegy, úgy is le kell állítani a hajó miatt. Mindegy akkor. Jó. Én beviszem a személyt, mert nem emlékszek rá, hogy kell-e vagy nem kell-e. Öregítős lengyel meglódul. Buszos öreg meglódul. Itt rohan mindenki, mint a golyó, de szerintem nekünk is kéne, váltsál már! Most váltott. Sziasztok! Hello! Hello! Thank you.
súly. Ja? Okay, danke, tschüss. Ja. Ha jó, úgyhogy tűz van, mint a golyó. Nem tudom, miért nem zsatont adott. Várjál, hogy egy pár percet. Menjünk meg fel a kocsit. Jó, start, go! Lehet, hogy olyan érzékelős van már, mint a Helsingborba. Mert ja, ezt adta. A többi tiket, amit adott, az hajóra ilyen cigi jegy, meg mit tudom én, 18-as nyitva van. Vár még az annyit, aha. Mutassuk, hogy van, ott van, jó. Oda tartott kicsit távolabbra, és go. 18-as. Itt nem kérnek emlékeim szerint semmit, mert ugye ezzel igazoltad le, hogy te bent vagy hajóra. Öztök fel velem a hajóra, oké? Királyság van, na, végre hajókázunk egyet. Semmi nagy kaland nincsen benne. Ezért jó rájönni, mert ilyenkor elutathattam volna németbe is a net miatt, de nem. Megyek, oké. Okay. Csocsi. És akkor itt egyértelmű, így van. Valami egyszerű. Ez jó, ez a hajó, tehát itt nem kell semmilyen dugóra számítani, meg ha vannak is, tehát figyelj, van, amit max egy fél órát fogsz állni, semmi nagy kaland, de amint vagyok, na, husi, mondjad. Oké. Okay. Tehát bemegyünk egy ilyen kis mocsokhajóra. Figyeld, a csávó is. Futnak fel az óhanyzóra, ember! Azt a rohadt az ilyen. Ezt mondom nektek az angol hajónál is. Nem kell egy futkározni, Angliában nyugodtan utána le tudsz zuhanyozni. A cigány munka. Rohangálni itt ezekre a mocsokra, látod? Futnak. Hát jó, sajnálom őket, mert jó, neki nincs pénze úgy, hogy ez a 2 euró, meg 3 euró lezuhanyozni. Érted? Csak... Apám, van pár sofőr. Fú, gyerekek. Képes eljönni úgy otthonról, hogy addig nem zuhanyzik, amíg nem talál zuhanyzó, csak ő nem fizet érte. Áh! Fúj! Na jó, mindegy, ne bántsuk meg, vannak szegényebb sofőrök, és ezt elfogadom. Na mindegy. Aludhatsz lent is, jó? Hogyha neked ahhoz van kedved. Rálunk így, hogy azért elférjen egy sofőr, mert elmegy előttem, ne koszolja már össze magát, itt nem kell, hogy nagyon izélni. Figyelj, én Angliában is úgy csináltam, ilyenkor befeküdtem, de vigyázz, mert figyelnek, tehát azért nekem volt majd, hogy rám szóltak. Mi van? Jó, a sebességbe hagyjuk. Kéziféket húz be, vannak fenn olyan fotók, ugye, hogy a kéziféket csávó nem húzza be. És ezzel mizé van. Na, hogy kéne ezt a kamerát eldugni, várjátok egy picit kitalálni. Jó, beosantok, hanem bejöztök. Na, így bedugtam itt a kamerát. Így, és lesz a nyakamba. Szerintem úgy látom mindig a felvételre kell, hogy azért lehet belőle látni valamit, jó? Gyertek, nézzük el azt a kamerát. Még behúzva. Egy órát, hogy mikor indulunk. 16-15. Azt hiszem 45 perces. Ja, nem tudtam át, ha jól leszedem. Bocsánat. Menjünk liftel. Ja, nem, pirosan ül le. Jó ez. Úgy a picsa.
Menjünk a morgóba. Svéd, hogy mi ez? Ja, német, dán hajó. Na jó, hol a szag van? Menjünk, menjünk egy körben. Gyertek! Van parfümérje, kajáda, kocsma, ilyenek. Na mit szóltok, nyomunk egy gémet. Legyünk Batman.
És? Az a lényege, tehát itt megvan a 45-ös pihenő, jó, ez biztos. Figyelj csak, arra ne, azon ne csodálkozzál, ez egy érdekes hajó, hát azért hajó, túlzásokban elsünk, de nevezzük hajónak, jó. Hogyha beáll melléd a vonat, viccen kívül mondom, itt a sín, jó, tehát egyébként jelzés fent, ahogy felmész, nem tudom, esetleg a videón visszadta, hogy van egy kis kép, hogy a vonathoz is ide kell lekerülni az alsó szintre, mellém volt, hogy már beállt a vonat, jó, tehát akkor ezen nem kell fennakadni, akkor bejött a vonat, kész, ennyi, mert ez itt így van kialakítva ez a hajó, hogy sínpályás, jó, tehát, hát, ja, ez kis érdekességkép, elmondom, hogy a hajót is átkompolják, hát, ja, Nyugat-Európában bármi előfordulhat, de mint láthatjátok, semmi extra, nyomtunk egy jó kis gémet, fogalmam sincs, mit csinálok, mert ez nem, nem tudom, elszoktam én az ilyen gémektől, de mindegy, leültem, aztán kipróbáltam, egy jó tanácsot, nagyon-nagyon jó tanács, ugye, mert vannak azért játékgépek itt a nagyvilágban, ne játsz a hajón, jó tanácsként mondom, ne játsz a hajón, nem tudom elégszer mondani neked, jó, ez a lehúzógépek, jó? Ne játssz a hajón, jó, nem mondom el többet, se ezen, se az angolon, se a norvégon, se semmelyiken ne játsszál, jó, mert rácseszel, ez itt ilyen pénzbedobálós, nagyon ritka, hogy valaki nyer, láttam már nyerni is ember, de mindegy. Vannak ezek a kaszinók Németországban, mondtam nektek ugye, hogy vagy fogsz találkozni autóval, fog menni, szinte rengeteg spielhalle, ugye, lehet nyerni, persze, egyértelmű lehet nyerni, ne játsz a kaszinóban. Erről már beszéltem, igaz? Ne kockáztasd a pénzt. Ha van 100 ezer forintot, ne akarjál már 110 ezeret, meg ne akarjál már 200-at, dolgozzál inkább. Az biztos, mert a 100-ból lehet, hogy nulla lesz, jó? Vagy rosszabb esetben úgy, mint én régen, a 100-ból lett 200 ezer forint adóság, jó? Nem kell, hallgass Lacikára. Ha kinyitják az elejét, akkor megmutatok egy ilyen hajóról való leszállást. Fogalmam sincs itt, most mi a téma, én nem kapkodok, jó? Ezt mondtam, hogy Angliában mindig a belső, tehát a falhoz közelebbiket engedik ki. Te ne idegeskedjél, hogy te ott állsz. Én később jöttem be, és én kimentem. Ne idegeskedj. Nyugi, majd ki fogsz jutni. Beindultak a kamionok. Amint lementél a hajóról, szépen kérlek, csináld azt, amit én. Álljál félre. Amúgy is mennünk kell napi jegyet, mert ugye elfelejtettem megvenni online, úgyhogy megállunk az első benzinkút, rögtön egy benzinkút, amint kimentél itt a parkolóból. Azt ugye tudjuk, milyen napi jegy jó ide? A Beneluxi jó ide. Öt országban jó a Beneluxi, ugye ezt elmondtam. Tehát Dánba, Svédbe ugyanaz a tiket kell megbeszélve. És ugyanígy napi napra veszed. 49-50. Perce vagyok itt, meg is van a pihenőm, jó? Szerintem nem is nagyon van időm. 87 óra 27-ben van a két heti. Jó, figyelj, ide bejössz. Figyelj, hát mennyi tömeg van? Figyeld ezt a tömeget, jó. Ide cuppanjál félre egy picit. Nem kell itt aludni, mert nem jó itt aludni. Nem is tudom, hogy lehet-e. Hát elvileg lehet, ha lehet, jó. Csak gyere be. Így a végéből, hogy ki lehessen jönni. Hát ilyen helyen, megint ez a ilyen helyen hétvégézni. Atya ég. És kajak itt hétvégézik. Öcs, jó, nem mond, én is álltam ilyen helyen. Bassz meg. Nagyon kemény, se álltam én még ettől különbén is. Na és akkor figyelj, itt lámpa le volt. Mindjárt mutatom, mi történik, miért várunk, meg hogy mennyit. No, aljas voltam és megvettem online, ismételten, ugyanott, ugye, ugyanaz,
semmi különbséggel, 3 napra vettem, jól le van töltve, PDF-be le van töltve, minden, akkor kiléphetünk a búzsba, gép ott marad, nem kell, kapcsoljuk le a villanyt, itt láttok, az, hogy Laca itt áll 6 perce, milyen a pálya? Na hát akkor nézzük meg, ugye? Most gondold el, a sok birka, mert nem tudok rá mit mondani, a sok birka, ott megy egymás hegyén, veri a kormányt, érted, hogy miért nem mész már? Mert tudjátok, hogy itt a Dán az 80-nal fog menni. Ezt jól láttam, hogy ez magyar címeres, nem? Nem. Tehát megy a sok birka, megy ott, mit tudom én, 10 vagy 15 kamion egybe, meg vagy 40 autó, érted? És akkor jó, persze, ha most mindenki így gondolkodna, mint én, akkor mindenki itt áll, aztán várna a másikat, na mindegy. Szerencsére mi... Ez nem izé volt, a basztam, hogy bukkanó. Nagyon kockás. Akkor az ott már, bukkanó, igaz? Nem mondom, mi van, öcsön, kilapítottam. Na mindegy, szerencsére milyen kis különlegesek vagyunk, mert ti is azok lesztek, és akkor íme ilyen kis nyugodtan tudtok menni. És gondoljátok, mögöttünk a kóbor kutya nem fog jönni. Tehát sehol hátul nem vakít, nem jön bele a seggünkbe. Mit tudom én, itt a következő hajó jön majd ugye megint csak egy jó fél óra körülbelül, mire megérkezik, addig itt egyedül leszünk a pályán. Hát ennyi egy kis trükk, ugyanezt eljátszhatod Angliában, csak ott annyi, hogy figyeljed, mert jönnek ám az egy kicsit több hajó, és van, hogy azért sűrűn jönnek, de ott is érdemes. Én mindig félre, kivétel nélkül szinte mindig félreálltam, kivétel, ha én nagyon az elejében voltam. Mert olyan agyatlanul, érted, mennek, ó, siet! Hát na, siet, hát mindenki siet, nincs ideje senkinek, úgy látszik, hogy csak nekem van időm, mindig mindenre, nem tudom, különlegesek vagyunk. Na mindjárt megérkezek a parkolómhoz. Kóge, K-O-G-E, ez a kiárónak a neve, közben ezt lehalkítom, mert mindjárt itt vagyok, 2 kilométer. Ez ott van egyébként, ahogy jössz, ja, le van halkítva, ahogy jössz a kikötő felől, és itt összecsatlakozik az út, tehát ráfordulsz Copenhagen, tehát Kopenhága felé, elfordulsz, akkor innen 1,7 km, és mindjárt megmondom nektek, hogy ez most lényegében fizetős, vagy nem, arra nem emlékszem, de én szerintem nem fizetős. Közben ezen az útszakaszon, tudjad, egy darab benzinkút van, tehát idáig jövök a kikötőtől, másfél órája jövök, tehát másfél órába fogsz körülbelül ideérni, már ha nincsenek el, amit szórakoznak előtted, de kb. Másfél óra, és volt összesen, ne hazudjak nagyot, 3 kis parkoló, vagy maximum 4, illetve egy darab benzinkút. Jó, tehát meg ugye ott a kikötőbe tudsz megállni, ennyi. Erre legyél felkészülve, ott van már bent a kivilágított parkplatz. Itt írja a kógja, és azt nézem, hogy írja valamit, hogy, de azt hiszem ír valami Autohof, vagy nem Autohofnak nevezik, hanem nem tudom minek. Nézzük, itt írja a benzinkutat, 200 méter, Transport Center. Na, ide megyek ki, és nem messze van a hát nevezük már tengernek, óceán, de mert ugye egy elvileg nyílt, de mindegy, legyen tenger, nem tudom egyébként, szerintem ez tenger inkább. Jaj, elnézzük már, hey! És oda fogok ilyen futni holnap, jó? Kika megyünk a tengerpartra. Hát nem, egy spanyol tengerpart, meg most kaja miatt, bár nem tudom, hát ennék egy kis halat. Az a baj, tudod, hogy nekem meg te nagyon nem kellene nagyon fogyni, én igazából miattatok fogyózom. Tehát én elértem azt a 97 kilót, most azt is, hogy meg is ragadt, nekem ez így oké, de hát ugye szeretném nektek azért bizonyítani, hogy igen, igen, megy. Én a kedvetekért lemegyek, ahogyan nézzük itt valamit, 95-re, tehát 95-ig fog fogyni. Jó, de én tovább én nem akarom, mert én nem, tehát az, ki fogom fogyni a ruháimat. Hazamegyünk, megmutatom, mennyi melegítőm otthon. Ha nem, 40 darab, már volt, hogy adtam belőle, nem fogom elosztogatni, nem azért mondom. Csak, de otthon vannak ezek a ruhák. Baromi sok. De ahogy én fogytam mondjuk 4x-ről kezdtem, 3x-re, akkor kész, akkor fogytam tovább. Vagy fogytam, tehát vettem mindig, hogy tudjak mibe járni. Ebből a drágából is, ugye most azt, hogy látjátok, hogy minden nap, hogy ez van rajtam, az ez nem igaz, tehát nekem ebből több van. Tudjátok, hogy nekem mániám ez, hogy bemegyek, megtetszik egy póló, akkor veszek bőle 10-et. Tehát, ja, általában ugyanazok a színűek. Hát ilyen vagyok, kész. Én szeretem, ha egy beválik, akkor minek vegyek belőle 25 félét. És hát itt van ez a drágából is, otthon figyel. Mert mit csinálják vele? Leesik rólam. Hát 15 ezer forint egy ilyen vizé. Szóval nem nagyon akarnék lefogyni, nagyon. Inkább izmosodni kellene, nekem fogyni nem kell.
Úgy gondolom, tudom, látom magamat, hogy ne... De ez nem itt kell, Laca, mit csinálsz? De most itt várjál már most a kamiont, ez most akkor mit mutat? Ja, hogy mondom, hátulról kell bemenni, de hülye vagy ember. Na, tehát, hogy nekem inkább formálódni kell, ugye, ahogy mondom is a videóban, hogy edzél. Te ne fogyókúrázzál, edzél, formálódjál, és nekem is ez kellene. Csak a kedvetekért. Jó? Tehát ezt most a halra jól elkanyarodtam, tehát a hal miatt mondom, hogy én szívesen lemennék, viszont nem tudom, a tengerparton itt van-e valami. Kopága messze van. Nincs időm annyi, hogy elmenjek. Itt régen itt tankoltam. Ez is mobilkút. Hogy van itt ez parkplac? Jó. Szerintem nem fizetős, de mindjárt meglátjuk. Azt hiszem, régen aludtam itt spanyol kamionnal. Megpróbál keresem valami nagyon-nagyon hátsó helyet. Ó, jaj, ez eléggé tele van. Itt meg nem nagyon lehet állni. Mindegy, nekem csak ne legyenek már mellettem. Reggel ne halljak már beszélgetés, meg semmit. Nem akarok senkit. Már itt meg frigósok állnak. Fenne nem viszi el a pofátokat? Hát szétnézünk, hogy lehetnék én. Hogy tudnék én magamba kerülni? Valahogy olyan helyre kéne, hogy... Hát soha én ilyen mániás vagyok, nem, mindegy, majd idővel rájöztök. Vannak olyan társasági lények, érted, aki meg nem bírja ki. Tehát neki kell az, hogy legyen társaság. Hát nézd meg, itt a spanyol frigósok állnak mindenfelé, de viszont azok lehet, hogy fognak is tovább menni. Én becuppanok ide kettő közé, jaj, Laci. Ilyen hétvégét, te jó Isten, már ver a víz. No. Nézzük akkor, mi van a hűtőben. Felmértem itt a benzinkúton a telepet. Ez zuhanyzó van bent, elvileg itt jelez mosógépet, de nem láttam. Érdekes, hogy van ez a Faxe sör. F-A-X-E nevezeti sör. A kollégáim nagyon-nagyon dicsérik, itt Németországban lehet kapni benzinkútakon, olyan 3 euró környéken. És ez elvileg egy dán sör. Nincs. Itt a benzinkúton nincsen. Burger King van. Miért nem eszünk. Illetve láttam ott bent két sofőrt elterülve ott, mint a izé, és neteznek, úgyhogy esetleg holnap benézek, hogy milyen net van. Na nézzük, mi van a hűtőben. Hát ott van az a kettő Toblerone csokoládé, ezt a dánhajó vettem, ez ugye már megy haza karácsonyra. Nagymamámnak, illetve szerintem a faternak, jó. No, kezdjük akkor, van itten 250 g gomba. És ami nem fog bepenészedni, ez olyan hamar beszokott penészedni, nem tudom miért. Grillezett gomba lesz belőle. 500 g paradicsom. Egy brokkoli. Több mint valószínű, hogy nasi lesz belőle, tehát harisszás joghurta. Most ilyen tojást vettem. Én nem tudom, hogy Magyarországon mennyire divat az ilyen tojás. Nézzétek, én utálom az ilyet. A héja is gyengébb. Ez kint ilyen nyugati betegség. Fehér tojás. Nem tudom, nekem olyan csúnya, egy tojás nem fehér szerintem. Mindegy, sajnos ilyen volt, jó. Elég ennyi vagy? Vagy ezzel nem lakunk ki, jó? Nézzünk még valamit. Mik vannak itt, már én sem tudom egyébként, mik vannak itt, ajjaj. Reméljük nem tört össze. Bozsalikom. Lesz egy töltött csirke. Jaj, ez már a lakásba megy. Ilyen. Hát tányér alá, IKEA-ba vettem el, most ráérős voltam és bementem, hogy az IKEA-ba nézelődni. Jó, egy csomag petrezselyem. Mi van itt? Ja igen, én vettem egy ilyen izotóniás izét, a citromos jó. Miért vettem? Ez egy ragasztó, ez nem ide jön. Jó, van itt azt mondja, egy feta sajt, ismételten a Patrosból. Azért nem izét vettem, néztem a 200-ast. Tehát 200 grammosat, mert nekem 100 gram kellene a csirkébe, de nagyon sok a kalóriája, és ugye most héten szigorú kalóriát számolunk, és ugyanez olívóolajban van, de úgy is kell ebben olaj, akkor ebből fogok használni, illetve akkor sokkal kevesebb feta sajtot fogok beletenni, ebben nagyon is tudom, hogy a nettó tömege 150 gram. Tehát biztos, hogy nem fogok annyit beletenni. Bazsalikom lesz benne, szárított paradicsom, mutatom, meg petrezselyem. Ezzel lesz megtöltve a csirke. Ez nagyon finom, ez a szárított paradicsom, lesz apróra szeretelve. Hát bio, nem kell bio, nem láttam mást. Jó, mi van még itt? Ez baromi jó, ez az asztalterítő, ez az izével együtt volt, nézd csak. És így színbe ez így jó lesz. Szerintem szép lesz. Imád, én a konyhát megmondom a barátnőnek, az az enyém. Majd én vásárolok.
Imádom. Nem tudom, konyhamániásség. Meg itt ugyanígy imádok shoppingolni. Hát a pasik általában nem szeretnek, én valahogy imádok. De én szeretek pénzt költeni. Na mindegy, jó. Azt mondja, hogy... Hát ezt ne azért nem ennyi. Továbbra se. Hagyma. Sajnos sok hagyma. Tehát ott van. Jó, tehát nem használtam én a hagymákat. Hát megromlottak, ennyi. Az a baj, de én nagyon keveset ettem. Tehát ez sajnos igen. Keveset ettem mostanában. Citrom. Az is kell a citromhéj. Kell a töltelékhez. Áfonya. Ezt nekem egy olyan bevált szokásom ez reggelire, hogy ezt a 125 g áfonyát megfelezem. És akkor két reggelire. Egyik reggelire is 75 g plusz mellé a kotás csészt. Tehát ezt mondtam nektek ezzel, hogy nagyon sokat fogtok találkozni, mert figyelj, reggelire, kész, bum, ennyi. És akkor van 200 kalória meg az áfonya, tök mindegy, szerintem nulla lényegében, tehát nem nagyon kell számolni, de legyen az egész 250 körülbelül. És kész megvan. Azért tartom így a kezem, hogyha néznéd, mert ide van most betér, nem tudom, hol a pántja, és a kamera oda van bedugva. Jó, tehát kotás csészből vettem. Pepperoni paprika. Új hagyma, ezt megint csak teszünk a töltelékben szerintem. Oké. Elfogyott az olívóolajom, úgyhogy extra szűz olívóolajat használok. Na figyelj, tudtad-e az olívóolajról? Minél sötétebbet veszel, szinte feketét veszel, annál, hát elvileg annál erősebb az íze, tehát ha nagyon világosat vesz, akkor az már gyengébb, ezért tehát ez, elvileg ez lenne a legjobb fajta. Tehát nem, ezt a feketét neved meg, nagyon erős egyébként már az íze, jó? Tehát extra szűz legyen. Azt elfelejtettem, pedig annól elmagyaráztak, hogy még való sütni, meg még nem. De én olyan keveset használok, szerintem oly tök mindegy. El szoktam tenni a kávéba ilyen kis tejszín, akármi hülyeséget. Fokhagyma. Meg eltűnt, nem tudom, hogy hova tettem. Jó. Banán. Ugye mondtam nektek, hogy szénhidrátot fogok bevinni. Ebből is van egy nagyon finom banános palacsinta. Banánt összekevert tojásra. De majd megmutatom. Tényleg nagyon finom egyébként. Viccen kívül nagyon gyorsan megvan. De futáshoz, mert én ezt szoktam menni, mert eszek egyet futás előtt, meg mondjuk futás közben elviszek. A legjobb, én nekem ez nagyon bejött. De kinek mi jön be szénhidrát pótlásnak? Oké, kotás csészből. Négyet vettem. Én imádom. Ez nagyon finom. Csak mondom, otthon drága. Sáfrány. Hát ezt mindig egy ilyen kis csomagból elhasználtam már, és levesekben szoktam tenni. Jó. Na, ismét savanyú káposztát. Múltkor ígértem nektek, hát múltkor, hát... nem ma volt, de azt hiszem 4 hét, amikor kijöttem, hogy a magyarból nem volt az 4 hét, tök mindegy, jó, hogy csinálok egy levest, nem leves fogok belőle csinálni, toros káposztát. Na, megint egy olyan kaja, látod, hogy fogsz, mennyi ez? 350 gram, és lényegében 100 gramban van 25 kalória, tehát ebben az egészben, nyugodtan megélted, ebben van, de hülye, nem tudok számolni, mert háromszor legyen 4-szer, 100 kalória. 100 kalória van benne, tehát 200. Plusz csinálsz belőle pörköltet, a pörköltet fogod és összekevered, kész. Van egy 1000 kalóriás kaját körülbelül, meg egy ekkora adag. Én joghurtra szerettem, van, aki ugye tesz bele mondjuk rizset, azt hiszem az a székelykáposzta, igaz? Ha rizset is teszek bele. Mindegy. Tessék, nagyon ilyen frankó, gyorsan megvan, sokáig jó. Oké. Csirke. Na belőle lesz a töltelék. Tehát ő belőle lesz ez a bozsolikomos, petrezselymes, citromos, buaj, nagyon jó lesz. 500 g sinken gulás röfiből van. 500 g, és azon csodálkoztam, hogy megnéztem, és nézd csak. Ezt nem figyeltem mostanában. 100 g-ban csak 107 kalória van. Majdnem kevesebb van, mint a csirkébéd, ezt nem elírták? És ezt nem akarom elhinni. Hát nem tudom miért. Ez comb, ugye? A sinken, az comb. Jó. Jó, tehát ez lesz, ez idejön. Odajön, abból megy bele, majd még abból is még pepperoni is, fokhagyma is. Egy igazi pörköltet, csinálok semmi extra. Sonka van még itt nálam, 2x200 g, szokás szerint, 100 g-ban 99, tehát egy ilyen jobb sonka, most ráadásul le is volt értékelve, tehát kettő sonka. Az baromi érdekes, az nem tudom egyébként, ha valaki tudná rá választ. Ha sonkával eszed a kotás csészt, hallod, rendesen szinte felrobban a gyomrom. Olyan, mintha túlzott a tömény lenne, alig eszed meg a felét, és nem bírod lenyelni. Olyan, mintha nem tudom mennyit ettél volna, baromi füra. És akárhányszor, nem egyszer, nem egy alkalommal, akármikor. Hát én múltkor jöttem, múlt héten ettem ezt a lazatot, hát kicsit többször kéne, de 1000 forint, 200 gram. Hát azért érted, ne nagy zoljunk már. Na, és
35 eurót költöttem, meg utána vettem még 10-valamennyiért. Jó, hát mondjuk most a paradicsom, tehát az egy hosszabb távú dolog, olyan 45 euróból vásároltam. Hát ennyi, hát megint ott tartunk, 12.000-13.000 forintért vásároltam. Na, tehát ez lenne a heti játékosaink. Plusz én akarok csinálni most már tényleg a borsó főzeléket, tehát hogy mára egyébként megettem egy pár darab pékárut, mert megint nem volt időm sajnos enni. Úgyhogy, meg nem tudom, megkívántam most kész ennyi. Jó, úgyhogy ezt tettem most, hogy én ma már nem eszek. És akkor, ja, meg karfiolt vettem még, ja, még van 750 g karfiolunk. Egy gulyással, most gulyás alapon fogom megcsinálni a karfiolt, jó. És én arra gondoltam, hogy abba is tennék esetleg most csirkét. De majd ezt összevariálom, jó? Tehát azt hiszem, most megint csak jól vásároltunk, és megint jól láthatod, hogy szénhidrát igazából a zöldségekből bevívva. Látod, milyen szépen lehet vásárolni? Amikor kiteszi valaki a pultra, én már látom, hogy egy ember egészséges, vagy nem egészséges. Nézd meg! Mi hiányzik innen? Hát nincsenek a lomok, ugye? A tészták, a gyorskaják, az előkészített mocskok, az acskós levesek, a kenyér, a mit tudom én, a zsíros szar, croissantok, meg mit tudom én. Finom az, persze, finom az, csak akkora segéd lesz tőle, mint nekem volt régen. Szinte öröm ránézni el az étel. Tudom, van, hogy drága, na nem, rájuk nem. Rájuk nem öröm nézni, de... Tehát azért mondom neked, hogy figyelj, nézed ezeket a heteket, válogass ki, pedig ezt biztos azért, hogy egy szegényebb ember is megengedheti magának, ugye? A pörköltet, mert a pörköltet, hát most miért ne? És akkor savanyú káposztát összekevered, egy ilyen kaja, teljesen jó, majd látjuk a kalóriát, majd kiszámoljuk, oké? Mert most az, hogy áfonyát nem fogod tudni megengedni, hát jó, nem fogod tudni megengedni. Kotás csíz otthon 300 forint. Megint csak nem biztos, hogy megengedheted, de a tojást megengedheted. A csirke mellett megtölteni, és bazsalikom lenne abban, ami drágább. Most a szárított paradicsom végül is megveszed, és nagyon sokáig elég az. Jó, a gombát megengedheted, a lazacot azt szerintem. Nem, már most ekte egy ilyen 100.000 forintos keresetőről beszélek, majd a gyerek, hitel, deviza, izé, sajnos. Jó, de tisztában vagyok én a dolgokkal, nem vagyok én hülye gyerek. Tehát azért próbálok úgy, hogy azért legyen mindenkinek, legyen akkor a tehetősebbnek is, meg a sajnos, aki nem teheti meg annyira, de mindenkinek szeretnék boldogságot okozni. Hát, ha más nemnek fél nézni, hogy vannak ilyenek is, úgyhogy esünk neki ennek a hétnek. Én kezdek most videót szerkeszteni, mert van mit csinálni. Na, lássuk, mi is történik. Előbb kellett hűtőfolyadékot ellenőriznem, ezt nem tudom miért. Nekem eddig soha egy kamionba én még nem töltöttem ekte így, hogy utána hűtőfolyadékot. Tehát ellenőrizni kell a szintet, de ez megint elkezdett pirosan. Hát a csávó, amikor feltöltöttem, nekem mennyi? Egy hete volt a lerobbanásom. Hát rendesen én zártam el neki a csapot, mert úgy felejtette, ilyen slaggal vezette bele. Hát folyt ki. Most meg tényleg. Másfél liter úgy benyelt, hogy hova tűnik? Megnéztem a kamionon, nagy semmi. Jó, ezt majd a szervizben megbeszélem velük, hogy... Nagyon drága a hűtőfolyadék idekint. Oké? 10 euróért vettem egyébként 1 litert. Hát ennyire drága, másfél litert öntöttem most bele, adta még a szervizes. Oké? Jó. Na, közben sikerült megcsinálni a nagy gépet, hála jó Istennek. Ugye nálam mindenből van egyébként egy tartalék. Hát aki hosszú útra megy, én jártam úgy, hogy nem, azt a laptopot úgy vettem. Egy hétig nem volt gépem, úgy mászkáltam, akartam venni egy ilyen tabletet. Képzeljétek el, megvettem ezt a tabletet. Kijövök, ho-ho, nézem. Na, várjál már, ember. Szimkártya. Mondom, ebben hogy teszem be? Elmondta az egyik ismerősöm, hogy neki az van, és hogy barom jó. Ó, mondom, de király lesz, hogy mindenhol tudunk netezni, mint a kis telefonunk. A hat, azt hiszed. Tehát vettem egyet ilyen 200 euróért, MediaMarktba. Hát az nem úgy van. Hát külön kell, van az a legdrágábbak, amikbe megy a SIM-kártya. Hát az 100 000 forint felett kezdődik. Hát én ezt nem tudtam. Jó, vigyem vissza a MediaMarktból, hogy cseréljem ki. Közben főzök egy kávét, hogy cseréljem ki. Egy hétbe telt. Én annyi média már be, én még életemben nem jutottam be, tehát nyugodtan mondhatom, szinte mindegyiknél meg tudsz állni Németországba. Szinte. Mert például Kasszában annyi, hogy le kellett takasszam a pótot. Na, én ezt mire visszacseréltem. Nem volt gond, tehát visszaadták. Az egyik helyen értettem, félre a csám volt, mert hogy 10 eurót vesztettem vele, mert hogy náluk olcsóbb volt. És mondta, hogy nem tudja visszaadni a pénzt, csak ennyit meg annyit. Már majdnem lehívattam a főnökét, mondom, hát engem ne szórakozzál nekem, add vissza a pénzemet, mert izé van, de nyakon váglak. Közben kiderült, hogy ő azt magyarázza, hogy azt a 10 eurót, ó, mondom, ember, hagyjam engem az a 10 euró, van, engem érdekel a 10 euró. Jó, van akkor. Na, mindegy, szóval lényegében így van, tehát visszacserélték, és mondták, ó, mondta, hogy egy éven belül visszacserélik. Mondom, ez király Németország. Otthon mi van rá, szerintem 3 napon. Jó, lehet, hogy több, nem tudom.
Jó, tehát visszacseréltem, és akkor úgy vettem ezt a kis gépet. Szerencsém volt, mert szerencsém volt, mert ez még forró, teszünk ide a tűrcsire. Szerencsém volt vele, na mindegy, azt vettem, tehát lényegében az is egy százasba került, itt németben érintőképernyő, és az is kis mini laptop, de 18 órán keresztül készül egy film, ezen 4 órán, jó, mondjuk ez egy i7-es 4 magos gép, de hogy mennyire nem tudok rá vigyázni, képzeljétek, amikor megvettem. Nekem mániám, én nem tudok vigyázni a dolgokra, egyébként ilyen izé vagyok, ilyen. Így fogtam meg. Passzus, nem belepett a kijelző, úgyhogy egy kijelzőcsere volt, hát 200 euróba volt nekem az a kijelző, mire lerendelték hozzá azt, hogy lehet ez bármit kapni, hát ugye az, hogy nagyon erős gép és nem lehet hozzá nagyon kapni dolgokat. Na jó, mindegy. Az a lényeg, hogy azon meg rajta voltak ennek a cuccai, ami kell hozzá, tehát amit fel, hiába rátettem az új Windows-t, nem tudtam installálni, nem tudtam felinstalálni az összes programját, még a Wi-Fi-től kezdve semmi nem működött benne. És akkor jutott eszembe, hogy nekem azon meg rajta van, de mivel volt egy 1 terás vinyom pluszban, tehát van lényegében nálam 3 külső vinyó, 2 külső vinyó, és akkor az egyiket fogtam, akkor beletettem, aztán rátettem a Windows-t, felinstaláltam, hopp, jól működik a gép. Hát kicsit lassú vagyok, de végre ezen működik. Jó. Túlfostuk a szavakat. Mennék futni, nem fogjátok elhinni, ez annyiszor előfordult már velem, megint itt állok egy rohadt benzinkúton, te ezért álljál benzinkúton, hogy legyen zuhanyzó. Erről már azt hiszem, hogy beszéltem nektek. Mit mond a nő? Kaput. Mondjam, hogy rohadjál meg. Szerencsére én ugye már rutinos vagyok, és minden pénteken kivétel nélkül lezuhanyozok. Ugye ezt így is tettem. Tehát én le voltam zuhanyozva, ugye hát a futás után lezuhanyoztam. Most annyi, hogy szombaton így nem tusoltam, mert szombaton dolgoztam. Ma nem tusolok, így van, látod, most akkor itt van kapásból, hogy szombat, vasárnap, és majd hétfőn tudok zuhanyozni, amikor jövök vissza svédbe. A svéd-dán hajó előtt van az irodában zuhanyzó, tehát ott le tudsz zuhanyozni. De érted, és megint itt vagy 2,5 nap az ember nem zuhanyozik itt. Olyan sarkvidéki szél, 3 fok van ki, mindenki járatja az autót. Olyan sarkvidéki szél fúj, fú. Hát mínusz 20-nak érzem körülbelül. Úgyhogy azon voltam, hogy elmentem volna futni, mert 2,5 km a tenger, megnéztem, nem az óceán, hanem a tenger. De hát nem tudok lezuhanyozni. Most én azon gondolkozom, hogy törölgessem magam, bűzlegyek, hát erre nem biztos, jó lélek. Amúgy is videót kell szerkeszteni, főzni kell, egyébként elmentem volna futni. Jó, tehát egy futás kimert, viszont megnéztem a térképen, azért is jó az autórút, mert jelzi a metrót, képzeld el, hogy be lehet menni innen Kopenhágába, hát azt meg nem figyeltem ki. Tehát innen, ha gyalogolsz, 2 kilométer van a, hát nem, végül szerintem vonat az, nem biztos, hogy nem metrói van, tehát vonat, M betű a jele, és akkor azzal be tudsz menni Kopenhágába, hát azt még megnéztem volna Kopenhágát, hát most már 1:30 van, most már nem megyek sehova, mert mire lesétálok, meg bemegyek. Hát egy hétvégén biztos, hogy bementem volna, tehát ez a Kóge nevezetű parkplacot ajánlom. Elmentek mellőlem a frigósok is, egy frigós van itt, látod, tehát teljesen izé, happy. Képzétek el, és tényleg kint főznek a izék, a csávók, nem is egy. Tehát nem mondhatom, hogy egy, tényleg sokan. Kint állnak, ó, csávon, aki folyt a palacjától kezdve, borultak minden a pótkocsim, ott hagyták. Pont amikor mentem el hátuk mögött, a sörösüvegtől kezdve, a liszttől, az edényig, ott minden borult. Hát mondom, jó, hát főzzetek akkor kint. Olyan hideg, és kajak ott fagyoskodik az izé mellett. Hát mondom, ez. Látom, és nem akartam hinni a szemem. Ezek tényleg kiszállnak? Hát jó van. Tudom, hogy kiszoktak szállni sokan. Egy ilyen időben is, hát fúj a szél. Hát, na jó, inkább észreelőztetek egy fél napig. Na mindegy. De hát mivel nekem nem büdös a dolog, viszont olvasom a leveleket, és kaptam, köszönöm szépen tényleg az infót, tehát írjátok, hogy ne olívóolajjal süssek, mert hogy lényegében ugyanaz lesz, mint az olaj, hogy nem inkább próbáljam ki a kókuszsírt. Na most nekem ebben az volt, tudod, a fura, ezt én hallottam már régebben, csak nem próbáltam ki, mert ugye a kókusz olajat azért használtam, hogy édesítsek vele. Na most ez olyan fura, hogy írjátok, hogy nem a plusz íz. Na erre kíváncsi vagyok, hogy mondjuk egy tojást rántottához, vagy egy pörkölthöz édes. Na mindegy, jó, megnézzük. Nem tudom, viccen kívül kipróbálom, álljátok szaktalan teljesen. Ezt aláírom, tehát így van, én is csináltam itt az ételeket, teljesen szaktalan. Max, ha édes illat van, az meg teljesen más, mert az meg egész jó. Úgyhogy akkor a mai ételem azzal fog készülni. Kitesztelem. Én egyébként olívóolajat nem azért használtam, mert hogy ekte az annyira egészséges, azért, mert én mondtam, hogy annyira kevés olajat használ, tehát lényegében 1 év alatt 1 liter használ. Most vettem meg, nem is tudom mióta, most vettem meg megint ezt az olívóolajat, ugye? Itt nem mutattam.
És tehát én nem azért, hogy ezzel most én mit nagyzoljak, hanem azért, mert ugye a salátákhoz így van olive oil-t használok, ne legyen nálam kétféle olaj. Én ezért használtam sütéshez, úgyhogy, ja, oké, jó, de megfogadom a tanácsot, kipróbálom, hogy jó lesz a kókusz olaj, akkor elmondom, hogy az a, hogy sikerült, de abból sem fogok sokat használni. Ugye ott is nem gondoltátok komolyan, hogy itt fogunk heverészni. Na gyertek csak velem futni. Fúj a szél, sarkvidéki idő. Ugye most hülyéskedsz. Na, ruhás fel, azt hittem, hogy tudjátok, hogy viccelek. Na gyertek csak, nem zuhanyzunk. Hát, a megoldás, srácok. Sajnos ebben a világban áldozni kell. Aki nem áldoz, az nyafogni fog egész életében. Na, akarunk inni egy teát. Mit szóltok hozzá, hogy lemegyünk a tengerpartra, 3 km sarkvidéki szél, és akkor mi akadálya a szél? Mondja nekünk, ki a szél, hogy nekünk beszóljon. Na figyelj, legyünk királyok, csak így leszünk királyok, jó, tarts velem, igenis van benned akaraterő. Ne higgy, hogy én egy másik mókus vagyok, én is voltam akkora dagadt, érted, hogy nem bírtam meg sem mozdulni, itt azért kuporogtam egész nap ebben a szaros fülkébe, itt vagy benne egész héten. Na gyerünk kifelé, ha nem is futsz, akkor gyerünk, szálljál ki. Vegyél fel ruhát, van ruhát, szépen felöltözünk, és úgy döntöttem, hogy elmegyek, és megnézem a parton, mit osztanak, hát ha van valami hal, mert itt is árulnak ám a gyors kajádába, de ugye mi nem eszünk, ki kell szállni. Ez mindig, hidd el nekem, elkezdeni a legnehezebb, amikor itt eldőlt, és tudod, hogy neked menni kell reggel, miért mosol fogad? Tehát 2 percbe telik, így van? Na, ez meg 1 óra hosszában. Mi a különbség? Ugyanúgy, ez benned, amikor itt tudatosul, hogy neked menni kell, akkor menni is fogsz. Tény, vannak hátráltató tényezők, de a szél, a hideg, hát az zuhanyzó az igen. De figyelj ide, áldozatokat kell hozni az életben, a sikerért, mert a sikert nem adják ingyen. Na, menjünk. Hú, srácok, ez egy kemény otthon mellettem. Hú, ez a sarkvidéki levegő. Most aztán csípja a pofámat rendesen. Futok 2 percet. Kemény lesz. De hát mit lehet tenni? Tudom, nem vagyok Kógibél városában. Szerintetek megtalálom a tengert, már 2 helyen kérdeztem. Hát egyszerűen basszus nem találom. Egy hangó. Az a lényeg az egészben, hogy elnéztem, te most tettem fel a térképprogramot, és pillanat, igen, és futunk el balra, és az a lényeg, hogy 2,7-et mutatott, csak hogy ez gyárilag milyen földbe mutatja. Én még itt nézem, basszus, hogy fél órája futok, és nincs fel a tenger, hát ezért, de sietni kell, mert már szürkület van, egy délután van, nem tudom, hogy hamarabb sötétedik-e, és nem írja, hogy rohadjon meg. Azt mondták, hogy kb. 2 kilométer. Az előbb kérdeztem ilyen hármasoktól. Azt meg a tengert nem találni. Na, mert nagyon belekavarodnék, megint megkérdeztem egy házaspárt. Mindenki beszél angolul. De ez frankó, úgyhogy angol nyelvtudásra ajánlom Dániát. És azt mondják, hogy itt van mindjárt. Na, remélem. Na, lejöttem a kikötőbe. Ennyire be van épülve. Nem látszott térképen. Kicsit másképp képzeltem. Azt hittem, hogy olyan lesz, mintha tudod, David Hasselhoff fut a homokos part, és hajamba kapva szél. Hát csak nem, hol van, az Miami-ba, vagy Kaliforniába, vagy tök mindegy. De nem egészen olyan a helyzet. De figyelj, ez is szép. Faforgások között vagyok. A szemembe fújja a legfeljebb a szél. Bögyös macák sincsenek legfeljebb. Valami szőrös kamionos. A film meg a valóság nem mindig ugyanaz. De tengerpart, még ez a csatorna, kifutok, most már itt vagyok, megoldom. És akkor úgy gondolok ezzel a tengerparton futással, hogy de jó, neked összejött, de nagy izé vagy, mert hogy neked ilyen luxus az élet. Hát srácok, én csak egy kamionos vagyok, semmi több. De szerintem aki tesz érte, az tesz érte. Ez csak rajtad múlik, nem rajtam, nem máson. Hát én lefutottam, nem vagyok egy David Hasselhoff, nem is akarok az lenni, tök jó meg vagyok magamnak, mint kamionos Lacika, de így futkározok ugyanúgy, nincsenek bögyöbb, új a szél, pofám lefagy, de akartam.
tettem őket. Összejött. Baszki! De egy állat vagyok. Na most, amit mutatok, azt minden gondoltam, amikor itt leszek a tengerparton, csak ezt nem. Így eltelt az idő, ennyire leküzdött a futás. Én is eltelt. 55 percet futottam. Baszki! Ebből talán 3 percet álltam, mert nagyon hideg van. Hát így kell futni, maradott a parkoló, úgyis a parkolóból. Hát lényegében ez annyi lesz. Nem tudom, hogy jött össze, hogy csináltam. Amikor az embert leköti a dolog, valami leköti a figyelmét, nem veszi észre, hogy mit csinál. Egy darab, nem van nálam semmi folyadék, már az nem is kell. Nem nagyon szállottam ki, de azért fázok. De húzzuk be, mert tényleg ennek nem lesz jó vége. Megálltam enni egy ilyen fánkot, meg teát inni, mert azt mondjuk ide, hogy elég sokat futunk. De sietni kell ennek, hogy megfázzak. Finom, nagyon az a fánk. Ilyen legvárra árulják, itt a lányok, aki tetszett értem útbaigazítást. Úgyhogy nagyon jó. Na, meg is volt a mai futás. 1 óra 35 percet sikerült futnom. És srácok, az a helyzet, én nem ajánlok egy könnyű utat, de járható utat, te döntöd el, hogy drive in, vagy drive out, merre mész. Ha velem tartasz, ez nehezebb, de egy boldogabb út, egészségesebb. Mehetsz a drive in-be is, de azt te tudod, hogy hova akarsz tartozni. Én döntöttem. És te? Eljött az éjszaka, meg volt a videó feltöltése, ez a rövid videó, még azt is be kellett szerkeszteni, a kicsit csináltam meg, de most már nagyon fogom. Na, kezdjünk neki itt a főzésnek, mert aztán most már dübegurulok, karfiolleves csinálok, de picit másképp. Széjjel vagyunk pakolva, semmi gond, mert ruha ott, ki van a teregetve, hát ez van, semmi gond. Szőnyeget felhajtottuk, mert hogy pörkölt alapot fogunk készíteni. Egy paprika, egy paradicsom, lesz itt ebbe hagyma, fokhagyma, pepperoni, sárgarépa, gulyáskrém, piros arany, mindenféle, de kaprosan csinálom, nem tudom, ettete így, tudtommal a palóclevest, ugye? Palóclevest éjszakon. Úgy csinálják. Én most a karfiollevest fogom így készíteni. Szerintem neki kellene kezdeni. Na lássuk akkor, mi is történik eddig. Tehát benne van a paradicsom, paprika, illetve a fokhagyma. Még mielőtt tettem volna rá vizet, én akkor beletettem a piros paprikát. Ízlés szerint én azért többet szoktam. Jó másfél teáskanálnyit, jó? Tehát attól, hogy szép piros színe legyen. És ugye az olajban, még egyszer mondom, tudtommal, jobban oldódik a piros paprika, és ezáltal nem lesz a végén ott a szemcsés. De vigyázz, jó, gyorsan kevergesd, nehogy oda égesd. De egyébként nem púpozott teáskanálnyi, hanem sima egy teáskanálnyi kókuszolajból készül. Még egyelőre nem mondok semmit rá. Olyan egy picit szerintem a tudat alatt még lehet, hogy én magyarázom be benne, hogy egy picit érzem benne a kókusziszt. Eddig nem zavaró, jó, de hát szagra egyenlőre semmi. Nem, most nem tudom hirtelen megmondani, most másabb vagy nem másabb. Oké, tehát össze vannak is szeltelve, tettem bele 2 gerez jó apróra vágott fokhagymát, de beletelted egybe is, vagy összepréssel, vagy ahogy neked szimpatikus. A pepperoni paprikát beleszeleteltem, az is benne van, egy sárgarépa is, vízzel pedig öntögeted, ugyanúgy, amikor pörköltet készítenél. Jó, tehát picit széjjel főzik így a dolgokat. Azért tettem bele a sárgarépát is most, mert ugye fagyasztott karfiolból fogok dolgozni, és az lényegében az készen van. Tehát itt, amikor ezt felöntöm, akkor itt mindennek majdnem, hogy teljesen, sőt, hát itt készen kell lennie a cuccosnak. Tettem bele továbbá édesannát, egy jó nagy csipet petrezselymet, borsot, sót nem is teszek bele. Kivettem, de nem teszek bele, mert itt van még a gulyáskrém, illetve a piros arany. Nem teszek bőle sokat, eleve mert tettem bele édesannát, lehet, hogy én ezt nem is teszem bele. Egy pici gulyáskrémet szerintem, elnézést, lökök bele. Illetve én kikészítettem ide egy ilyen füstölt, húsú, mi ez, bableves, vagy valami ilyesmi, mindegy, kockát. Nem tudom, hogy beleteszem-e egyenlőre. Még ez a jövő zenéje. Majd meglátom. Egy ízre egyenlőre már nekem most azt mondanám, hogy jó. De az nem baj, ha viszünk bele még egy picit, mert ugye azért a karfiol is egy elég ilyen vizes cucc, sőt, az szinte víz az egész, meg még öntök is, fel is öntöm vízzel, lehet, hogy kell még bele az íz dolog. Egyelőre itt tartok, az a bor meg itt röhög rajtam, akkor bele kéne inni.
Na, és készültem ezzel a kartfiollevessel, tehát most annyival másabb, mint a múltkori, hogy pörkölt alapon készült, illetve tettem bele kaprot, talán lényegében ennyi, plusz tettem bele sárgalépát is, igen, és nem teszek bele most tejfölt. De teszek majd bele, csak majd tároláskor. Könnyebb is egyébként tárolni, mert ugye nem viszünk bele egy nagyon romlandó dolgot, de amúgy is egy két vagy három nap alatt ezt bőven megesszük. Oké, ez egy nagyon gyors kaja, tehát nagyon gyorsan megvan, akárcsak a zöldségleves, tehát érdemes variálni, olcsó, mert ebből aztán lehet több nap búrába. Ennyi lenne. Én már a, nem tudom, mindjárt megnézem, most már elfelejtettem, milyen kajákat vettem, és de nem hiszem, hogy ma én már főzök. Éhes egyébként meg nem vagyok, nem tudom. Én a futás után én ettem egy kotás csészt, megettem egy kotás csészt, meg a ribizlinek, áfonyának a másik felét. Ennyi volt, hogy a futás közben ettem azt a három fángot, fogalmas is mennyi kalória, de tök mindegy, mert azt valamit enni kell. Ettem pluszba egy darab banán előtte, egy darab banán utána, és ennyi volt mára, egy pohár bor. Össze vagyok pakolva. Ki van takarítva, ilyenkor reggel mindig levegő sűrített pisztolyjal mindig kifolyik, tehát ez kivétel nélkül, meg a napjába szoktam fújni. Citromos törlőkendőben minden át van törölve, ezt is szoktam napjába törölni. Tehát minden kormánytól kezdve minden fertőtlenített, ahogy azt kell. Reggel mosakodás idejére arra 10 percre mindig teljes terjedelmében ki van szellőztetve a kamion. Oké, na elindulok akkor Helsingborgba. Nagyon fontos, amit most mondok. Helsingóron keresztül kell menni, ha neked kétszer kell kompolni, hogy nekem is át nem menjél a hídon, tehát nehogy elmenjél Malmö felé, vagy a navigáció alapból téged arra fog vinni, több mint valószínű, jó? Tehát Helsingór, vigyázz, a túloldala már Helsingborg, az már Svédország. Tehát én is Helsingborgba megyek, ha most csak azt adnám, hogy Helsingborg, 100% hogy elvinne a navigáció Malmö felé át a hídon, mert hogy ugye ő beleszámolja a kompot, és az bizony időben mondjuk az hosszabb. Egyébként nem emlékszem, 20 perces hajóútról, hajóút, tehát ja, kompról van szó, egy ilyen pici hajóka. Úgyhogy csavarjunk, 3,5 fok van, 80 km a kikötő, tehát én ott leszek, 5 óra van. Tehát elindulok megint csak teljesen időben. És ott leszek a kikötőben egyszer, legyen durván 6 óra, tehát előttem semmi torlódás ilyenkor nincsen, meg itt nagyon nem is kell egyébként, én nem emlékszek rá, hogy nagyon kellene számítanod torlódásra. Áthajózok, az megint mondom, tehát 20 percenként jönnek, mennek a hajók, átmegyek, és akkor lényegében bőve 7 óra előtt ott leszek a lerakón, és akkor visszafelé, meg hogyha a cégnél nincsen zuhanyzó, majd megnézem, akkor visszafelé fogok a tikettesnél zuhanyozni, ott van 2 vagy 3 zuhanyzó, majd megmutatom legfeljebb. Úgyhogy üdvözöllek, egy újabb hét a paradicsomban. Mindjárt meg is érkezek a kikötőbe, még 900 méteréssel kell fordulni. És azt nézem közben, hogy elvileg nekem itt megvan a következő jegyem is, tehát hogy ez a jegyem is megvan, csak be kell szaladni vele. Adtak itt anyézét. Ez valami, nem, ez a Princess Benedict, Sport 14, Ticket, ez lesz az szerintem. Jobb oldali kanyar következik. Biztonsági övcsipog, Ticket, Puttgarden, Rodby, ez az Helsingborg, igen, tehát itt van. Jó, és akkor az összes többi pedig az ilyen akármi tiket, hogy erre figyeljél, el ne dobáld nekem a tiketteket. Tehát nekem megvan tehát egybeadja ide az egészet. De jól emlékszek, ezzel be kell menni, és add megint egy ilyen vonalkódos valamit mindjárt, jó? Megnézzük, hogy mit kell itt csinálni. Na, hát ott hogy fut, kis csaj. 6 órakor. Igen, és akkor azt mondja, hogy Helsingborg. Kopenhávennél egyébként lehetett menni két irányba, de Helsingort, kettő, írja végig a hajót egyébként. Helsingor, jó. Itt megyünk befelé. Házak között, itt tök jó egyébként nappal, hogy jössz, így ráfordulsz, és meglátod a tengert. Királyság.
De bánom, hogy annó, amikor ide jártam, hogy jártam ide, nem voltam ez a nagyon kimozdulós. Ó, de bánom ezt az országot. Atyaig, Oszlóba sem mentem be a belvárosba. Pedig hívott akkor még a spanyol kolléga, hogy gyere be, menjünk be. Tökrendes spanyol kolléga volt. Nem magyar, hanem spanyol, és akkor... Á, mindig érdekes egyébként a spanyolok, tehát én nem nagyon beszéltem úgy a nyelvet, és például jöttem vissza ezzel a luxus hajóval, és hát tudod, hogy a tengerre, hogy rá lehet látni, baromi szép ez így nappal, tudod, akkor szép az idő. Tehát és én külön ültem ugye a hajón is, oda jött az egyik, a portugálok meg a spanyolok ültek ott magukban, meg én voltam egyedül magyar. És oda jött az egyik spanyol, azt mondja, elvett a tány, kivett a tányéromat a kezemből, és mondja, ne, ide üljél, gyere velem, de mondom, nem beszélek spanyolul, azt mondja, teljesen mindegy, kollégák vagyunk, gyere csak velem. Ilyen volt a spanyol. Ilyen a spanyol. Csak sajnos kicsit szerintem elvadították már ezek a románok. Át a körforgalom, hát, második. Figyelj, lement oda a román, hallod, mi spanyolul sem beszélt, de ma azt mondta, hogy ő spanyol. Hát letagadják, hogy románok. Hát szégyellik, nagyon sokan szégyellik, hogy románok. És nagyon el lett vadítva az ország. Ezt az én saját szemmel láttam, nem akarok senkit megbántani, nem akarok kitusztani a románok ellenfélrejtés nelség. De én, amit ott láttam, nekem az sajnos az nagyon szomorúság. Ezt nem nagyon mutogatják neked a televízióban. Úgyhogy nem tudom, hogy ma a spanyol hogy bánik a külföldivel. Hát velem ilyenek voltak. És mind ilyen volt. Ott nem érezted, nem voltak úgymond egy ilyen náci emberek. Tehát egy, spanyol nem ilyen, vagy nem ilyen volt. Na, tehát ide megérkeztem, akkor most ide lecuppanok. Tényleg egy pikpak beszaladok, és alszanak. Itt is, hát ilyet. Le se kell állítani a kamiont. Figyelj. Nem viszem be most, jó, mert nem veszem most külön. Na, mondom, mi történt, tehát bementem. És igen, tehát azt, ami tikettet mutattam, ezt a tikettet, le kellett neki adni. Itt írja, hogy benne 6, tehát a 6-os sávon megyek. És akkor ennyi alá kell írni egy ilyen, ad egy ilyen papírt, ott van egy ceruza kitéve, aláírod, és akkor go. Ha nem jönnek szembe kifedék autók, akkor készülődjél, mert én is futottam, mert hogy ilyenkor mindjárt bejön a hajó, szinte biztos. Van valamit az úton, nem tudom mi az. Szőnyeg. Tudom, az a lényeg, figyelj. És ide tartod, ez egy kicsit ilyen régebbi is esetleg, jó? Van, hogy rosszul veszi. Jó, és akkor megyünk. Itt tudom, már itt nincsen zuhanyzó, de mondom, a svédeknél van. Na és akkor itt becsattogsz. Itt írja ott lent, hogy 4-5-6 világít is. 4-5-6. Húzzunk bele? Szerintem bent a hajó. Hogy a fenébe? Villog a zöld. Hát, ha még ezt elkapjuk, ezért mondtam, hogy ilyenkor mint a golyó kilövünk. Után 200 méterrel megérkezett az úti célhoz. Merre mutatod, barátom? Azért az a 6-os sáv, hogy jó, 6-os villog. Beengedd még, hoppá. Itt van. Jó. Bamba vagyok. Hi. Hova? Jó, ugye arra? Ja, még mindig ide jöttem. Aha. Oké. Fúj, nagyon a szél. Hú, nagyon hideg van. 4 fok, de olyan hideg neki ezzel ezt a sarkvidéki ízét. Nem ilyen kis mocsokkal megyek. Csókolom, hogy az bácsi. Ó, már megint itt a Carrion, az a Carrion üldöz. Hát románoknak figyelj, ajánlom. Egyébként ez a Carrion, mert baromi jó munkái vannak. Azt nem mondom, hogy nem tudom, hogy fognak veled bánni, meg mit tudom én. Én imádtam annak a cégnek dolgozni. De... Azt nem tudom, milyen most a román bánásmód. Annó persze, hát nekünk spanyol időkben baromi jó világunk volt ott. Hú, ez aztán szűk hely. Azt figyelj, de napi ne menjünk már, hely! Szűkös itt a világ. Bemenjünk? Szerintem van értelme bemenni? Hát az azért szűkös itt a világ. Tükröket mindig érdemes, hajón hajtsd be a tükröt, hallgass Lacikára. Mert angol tükörnél, angolnál is hajtsd be, mert figyelj, jönne valami csávó, én szerintem jön valaki még mögöttünk. Nem. Én szerintem megállok itt, nem erőltetem be. És menjek még. Várja.
közben rám szólt a csávó, hogy takarodjak be előre. No, szerintem én felmegyek, kamerát vigyek fel, figyelj, kis hajót, semmit, egy terem van, de szerintem most nem viszek fel ide, mert teljesen felesleges látni, úgy csináltok semmit, 6 óra van, úgyhogy ennyi. Na hát is ért a hajó, kereken 25 perc volt, én nem mentem fel, hogy jobb az itt lent. Elférsz, ugye? Jó. Itt meg megint csak az, hogy egy sávon tudsz kimenni, kapkodni nem kell, mi leszünk szerintem az utolsó előttiek, teljesen jó. Mondtam, én szívem szerint én mindig utolsó lennék. Kimegy itt mindjárt a karionos. Hát röffentsünk egyet. Jó. És megnézzük a kiutást, de nincsen benne semmi, de semmi bonyolultság. Hát itt van az engedős csávó. Majd mondja, hogy itt vigyázni kell, azért ez szűkös, ez a kijáró. Ahogy elnézd, be kell húzni középre. Jó, itt legalább van kiengedős. Oké. Mutatja, hogy mehetek utána. Hát ha jó van. Igen. Hát itt a végén egyszerűbb. Hát elsőként nem tudom, biztos, hogy emlékeim szerint nem olyan egyszerű kijönni. Nem az, hogy nem szélesületet, hanem nehéz ráfordulni, tehát az ember el tudja nézni. Kezdőként rosszabb, ez még az ember olyan kicsit, hogy a szeleburt, ilyen, nem tudom. Hogy azt hiszi, hogy tud vezetni, és akkor később döbben rá, hogy nem. Másabb ez teljesen. Mint a személyi autó. Jó, nincsen sehol senki. Oké. Okay. Azért szoktak jönnem bőven személyi autók is. És itt megint mutatja, itt szokott lenni kontroll. Svéd kontroll. Hú, engem már ellenőrzött. Emlékeim szerint nem volt benne tahográf. Csak általános ilyen áru. Kontroll, bár inkább a hűtőket néz, és akkor írja, hogy kamionnal hogy mint merre mennyi. És akkor itt, hogy átmész, van egy parkoló, és ott szoktak, ott áll is talán egy rendőr. Aha. Vagy valaki, nem tudom, mindjárt megnézzük, jó? Mit is ír itt? Tehát azt mondja, hogy fú, igen. Ja, hogy a vámpapírok nélkül erre jössz, vámpapírokkal pedig arra. Hogyha vannak van papírjaid. Visszafele meg az a sávunk, és akkor ott előtte, de majd úgyis elrévünk vissza, jó? Ott majd mutatom, hogy tudsz félreállni, vagy félre tudsz állni. És akkor elmegyünk lezuhanyozni. Na most ebben a városban, bár annyira nem is nagyon akartam itt megállni szerintem, de itt ezekben az ipari parkokban úgy nem tudom mennyire lehet megállni. Annó én aludtam itt lejjebb, nem tudom melyik városban, és reggelre ki volt nyitva a frigónak a hátsó ajtaja, tehát üres voltam, nem volt rajta a zár, reggelre ki volt nyitva, de nem zárta volna vissza, nem, ott lobogtatta a szél, csak arra keltem fel, hogy ütiveri a szél, tehát valamiért kopog valami, hát az ajtómat csakkodta a szél. Hát az, hogy tudod, ide is már bejöttek ezek a barnák, aztán mondom, majd ide álltok, nem tudom, olvastam itt valahol, hogy több a török gyerek már az iskolákban, mint a svéd. Hát itt is ugye volt ebből már lázadás, hogy jó lenne, ha rendet tennének. Úgyhogy... De te nem tudom egyébként mennyire biztonságos, vagy nem biztonságos. Szerintem a kamerát itt le kellene venni, nehogy itt emiatt engem kivegyenek, tudod, hogy kamerázok. Átmegyek, jó is elmondom, mi van. Na volt egy szondáztatás, és akkor ki is rántottak. Nem a szonda miatt, ugye, hanem meg te, ki mondja, hogy... Van-e három? Három, persze mondom, van, hogy nem, trakott vagyok. És akkor mondjuk, cuppanyak ide félre? Jó. Megnézzük, hogy mit akar. Egyedül van itt az a cowboy,
És akkor megnézzük. Jó, szerintem csak rá akar nézni, tudod így a papírokra, meg mit most kiengedi, tudod először itt a kamionokat. Ő van itt egyedül. És akkor szerintem annyi, hogy végig szalad, gyorsan megnézi, lehet-e valamit nézni, vagy nem lehet-e valamit nézni. Hát nézelődjön. Mindjárt legalább ebből is okulunk, hogy van-e valami, jó? Van valaki, valamit beszélget. Én szerintem kikapcsolom, jó, hogy nem veszek fel ilyen kontrollt, mert nem... Ez nem, nem rendőr, nem veszünk fel. Jó, úgyhogy majd elmondom, hogy mi történt. Na meg is volt a kontroll. Elkezdetes az eső. Jó! Én öreg csontjaim! Na, semmit nem csináltam ókus. Egyszerűen csak, mondta, nyissam ki. Fellépett, hát csak rá akart nézni az árura. És akkor ennyi, mondta, hogy mehetsz. Hát a karjonos van még itt, nem tudom. Egyedül ő ragad itt, de nem nyitották ki a hátulját, esetleg nem tudom, hogy van egy kis drink az arcba. Nem tudom. Erre számíts egyébként, például én Oszlóról is lejöttem a hajóról, és ott is, angolba is vettek már ki ilyen szondára. Tehát ritka, hogy leszondázhat, elvileg ugye kell, hogy legyen rá lenni szonda. Hogy írja? Ott írja arra. Hogy mi most erre írja? Hát ott írja. Szerintem. Nem tudom, megyek erre. Után 200 méter. Tehát elvileg a francia rendszernél, tehát hogy ott kell, hogy legyen nálad szonda, nem tudom. Remélem, most jól jövök. Letét írja. Egy ilyen automata kapu, hogy mi a fene van itt. Csak nyílik? Ja, nyílik. Szuper. Na, ott tudunk majd leparkolni, ahol állnak ezek a izék. Fiúk, csak vigyázz, úgy állj be a sorba, hogy ne a izé álljál be. Tehát ide a végébe állunk majd be. Hú, ez most itt nem lett a legfrankóbb, hát nem tudok ráfordulni. Úgyhogy itt teszünk egy ilyen kis tréfa répát, mert különben felhúzzuk a izére. A kavicsokra. Tehát itt akkor nem tudnak tőled elmenni a becsekkolók, mert azért sokan csak annyira megállnak itt pillanatra. És akkor tűztőbb, de itt ezek a használnak, nem? Mert így se lehet tudtommal aludni, de pedig be vannak függönyezve, hát én nem értem. Na mindegy, jó. Ez ne legyen, ne ami a problémánk legyen. Itt vigyázva, mert itt szoktak jönni a személyautók, hogy mielőtt suhansz itt kifelé. Na szóval így a szonda, tehát de a céged azt adja. Így a szondát, hogyha mész Franciából, hogy elvileg legyen. Második kijárat. És akkor itt írja szépen felfelé a pályát, nem tudsz el csak kavarodni. Na megjöttem a DSB-hez, egy ilyen komputeren kellett bejelentkezni. Kérte a telefonszámomat. Meg van adva itt van rájövő a CMR-emre egy ilyen barcode. Ilyen, amit nem találkoztam, érdekes volt. Jó, de egyébként ez is jó, mert nem kellett bemenni ilyen portára, nem érted, voltak ilyen kapuk. És akkor ide nekem fel van írva ez a DSB kód. És akkor azt be kellett pötyögni. Van többféle nyelv, hát magyar nem volt, de tök mindegy, tehát van angoltól, német, lengyel, minden. És akkor utána kért a telefonszámot, ugye alapból 46-ossal kezdődött, hát én a magyar adtam meg, azt tudom fejből. És akkor mit kell csinálni? Use the barcode when check out. És akkor most please go. De várjál már, és most mit csinálják? Gate expedition. Várjunk egy pillanatot, illetve nagyon tovább megyek. Igen, tehát ez rajta van a kódom, igen. Ez itt a kijelentkezéshez, please go to. De igen, hiányzik a go to után, hey. Transport szám. És akkor most hova menjek? Menjünk az expedícióra akkor. Nem tudom. Ugye? Nem egy kis cég ez. Ez egy nagy cég. Ha nem kicsi, akkor nagy. Nem tudom. Hát akkor biztos fel fognak hívni. Nem tudom. Elmegyek az expedícióra, ha már az volt kiírva, ugye nem tudom, és akkor ott megkérdezem, hogy mit kellene itt csinálni. De aki írt telefonszámot, gyanítom én, hogy... De nem, tehát én nem szeretek így leülni, most én bizonytalanságban, és akkor mi üljek itt, mint egy izé. Hát vannak itt kamionok. Akkor valakit meg kéne kérdezni. Na nézzük csak, hogy van itt.
mert azért reggel 7:45 van, elképzelhető, hogy később leszek leszedve. Csak úgy érted, most, hogy leülnék, lefeküdnék, hogy biztos majd küldenek egy SMS-t. Senki nem mondta, hogy küldenek SMS-t, azt tudom, minek kért a telefonszámomat. Na, nem lesz hely. Hely. Az a frankópót mi? Mert ezek húznak ilyen, tudod, hogy van egy gépes, meg van utána egy teljes pótkocsi. Tehát sokkal hosszabbak itt svédben a dolgok. Ez is, nézd csak. Húz egy telepótot, meg előtte van még egy C-kategóriás. Na, akkor itt becsekkoltam. És azt mondtam, menjek a 472-re. És csengetnem kell lesz majd a... Megkérdeztem, hogy be kell menjek rakodni, vagy mit kell csinálják angolul, megint csak. Lehet, itt úgy látom, kommunikálni a német nem nyerő. Azt mondja, hogy csengessek majd be ott a rámpánál, és akkor majd megmondják meg, mit tudom én, jó, oké. Okay. Megjöttem a kikötőbe, és akkor nézzük, jó, hogy hogyan tudunk lezuhanyozni, lepárkolni. Üresen megyek vissza Lübeckig, és akkor majd ott újra kell jelentkezzek a cégnél. Hát az még odébb van, mert itt most áthajózok, lezuhanyzok, 9 óra van egyébként. Leérek, még egy hajóút, 10-11, dél 1 óra, lesz az délután 4. Ilyen éppen, hogy csak beesek, szerintem egy felrakóra, mert hát van időm bőven, ugye én kivezettem az időmet szombaton, így frankó vagyok. No. Jössz, Scandilines. Oda megyünk. És mindjárt látjuk, hogy mit kell itt csinálni. Számtóra mondtam el, hogy ha nem maradt le, hogy Dániában szombaton is nyitva vannak a boltok. Ja. Morning. And please, can I use the shower? Yeah, thanks. This? Okay, thanks. Na, meg volt az zuhanyzás. Hát látjátok, remélem visszaadta a felvétel, hogy ez már egy ilyen rosszabb. Jó, örüljünk ennek is.
letöttük csapolni magunkat, tehát akkor nem ebben az épületben, mert régen ott kellett jelentkezni, tehát itt van ez. Nem vagyok én vak, látom, hogy itt van a teherautó, de azt hittem, hogy mert ez, ebben nem hiszem, hogy van benne zuhanyzó, tehát ebben van két zuhanyzó. És akkor mondani kell, de ki is van írva, tehát mondani kell a csávónak, please I want use douche, vagy please I want shower case. Oké, tök mindegy. És akkor adjam, hogy mondasz neki, hogy shower, aztán kész, akkor is meg fogja engedni. Hát rengeteg ingyenes volt itt a kávé, na, annyit is ért. Most 1 euró, tehát nem ajánlom amúgy ezt a kávét. Közben a karionos átállt ide, de nagyon dobál a kamionban a csávó. Ez biztos, hogy elvették a jogsiját. Én szerintem, mert nem lehet semmi gondja a hűtővel, tehát az árujával, amiért mondjuk esetleg visszaküldenék. Egyszerűen szerintem ott az kis parkolóidra átállították. Hát gyerekek, na minden jó, ezt hagyjuk a fenébe, így kell inni. Kaptuk ezt a tiketet, ez a tiket. Rodby Puttgarden, tehát ezt tedd el szépen. Meg mondtam, amúgy, hogy dobáljuk ki a tiketeket, nekem még a régi is itt van. Jó, ezzel ugyancsak most megyünk ki. Itt a vonalkód. Itt nem is nagyon kell kapkodni, 9 óra 37 van, és ott van kiírva, hogy még ha jó megy a következő 9 óra 50-kor. Tehát azt mondtam, itt ilyen 20 percenként körülbelül süvítenek a hajók, jó? Akkor menjünk, beállunk a sorba, itt nem kell semmit, mert ugye ez ilyen kis komp vagy valami, tehát megyünk amerre. Megyünk. Közben fogom még ezt említeni, srácok, én már tényleg csak a videókedvéért fogok most fogyni, hogy erőt adjak a több mindenkinek, meg lássátok, hogy igen, ez az életmóddal valóban lehet fogyni. Nem a futás miatt fogysz, ezt már említettem, a gyerekek nagyon vékony vagyok. Tehát én ezt már látom magamon, amikor kint van, minden bordám kint van, mindegy. A videókedvéért szerintem lemegyek 95 alá, de nekem hiába a BMI súlyom az elvileg, ugye 194 vagyok, legyük ide. Azt hiszem, hogy a 194 centihez ez, nem is tudom, 90 valamennyi, hát az mi egy csontváz. Tehát nem, formálódni, nekem inkább formálódni kellene, izmosodni, edzeni, de csak, még egyszer mondom a kedvetek, és fogom még ezt említeni, csak a videókedvéért fogyok most már. Az, hogy most ezen a héten egyébként, hogy 97,3 volt, ha jól emlékszem, tehát 20 dekával voltam több, akkor 97,5 volt a mérlegre, se kameráztam. Tehát az a lényeg szerintem ott az, hogy előtte való este pont ettem lehet a tésztát, az a fél kiló lehet, hogy bennem maradt, vagy nem tudom, biztos, hogy ment le. Csak már mondom, mindegy, jól nem mérlegelek újra majd jövő héten. De szerintem tudja, hogy már 96 egész valamennyi vagyok. Érzem magamon, meg látom a tükörbe, hogy milyen vékony a pofám. Na, tehát ide bejössz, és egyszer beállsz a másik mögé, és kész, ennyi. Én most úgy döntöttem, hogy én nem megyek fel egy hajóra se szerintem, mert inkább szerkeztek közbe videót. A 45-ösre biztos nem. De nem tudom, hogy kezem mit mutatni, mert felmész, van egy kis ilyen gyülekező hely, most az, hogy ott üljek, ki nem lehet menni, látjátok, szakad az eső, vagy legalábbis esik. Totál felesleges, drága, felmenni kajálni, meg én nem is akarok. Enni inkább majd lent fogok, de akkor már ez meg a másik hajónál. Na most ugye itt, ekte átmegyünk a másikhoz, tehát természetesen megállás nélkül. És akkor ugye azon meg lesz megint egy pihenő. Tehát most ja, így ez egy ilyen hajó, hogy megállás nélkül fogunk menni. És akkor a hajón fogunk, és hát igen, a hajón fogunk kajálni, de itt lent a kabinban. Levest, ugye? Ott a kész leves, az tökéletes is lesz. 10 óraira meg nem tudom, majd kitalálom. Ezen a hajón, hogyha meg akarsz reggelizni, meg kávézni, akkor ezt célszerű összehangolni ezt a melót. Én úgy döntöttem, gyorsan megcsinálok egy kávét, jó? Megint ezzel a szarkavarossal. Utána grill serpenyőbe, vagy nem utána, hát addig gyorsan már pucolom is meg a gombát. És akkor egy gombát, egy paradicsomot, vagy egy gombát, pár gombát, paradicsomot meggrillezek. És kést akartam kivenni, már kivettem, jó? Tehát ezt simán ide fogom és beledobom a grill serpenyőbe, gombát megpucolom egy picit, és amikor kész a kávét, teszem rá a serpenyőt, gyorsan meggrillezem, esetleg teszek rá, mit tudom, egy pici olívóolajat majd, és akkor ezt megkajálom. Ennyi. Na, meg is volt a kávé, és alig 10 perc alatt mindjárt is készül a... Hát ez 10 órai, mert pont 9 óra 57 van, ugye reggelire lecsó volt, most pedig ez, tudom, nem egy olyan túl sok, ettem még magába is sonkát, lehet még fogok is, de sütök itt nagyjából 50 g sonkát, egy paradicsom, 3 pici gomba, pici olívóolajjal, de csináltad kókuszolajjal is. Utána egy
ugye nem tudok kiszállni mosogatni, de nem is kell, mert ebben lényegében csak olaj marad. Azt szépen eltörlöm és kész. Pont leszállunk a hajóról, meg lesz kajával, és roboghatunk is tovább. Megérkeztem a kikötőbe, és akkor ismét ugyanaz a módszer. Ez a vonalkódos, ide van ráírva, use barcode at the barrier. A sorompónál használd ezt a vonalkódot. Kaptam egy ilyen gratis törölközőt, Scandilines. Na, kék, mivel a kedvenc színem a kék, de nem az, kéket adtak. Nem tudom most, mi ezt karácsonyra adják, vagy mire adják. Ugye megnézzük, jó? Hogy fut mindenki, itt tudod, itt mindenki fut. Hát ugye persze, hogy senki nem akarja lekésni a hajót. Jó nagy. Na hát, van türcsink is. Scan your ticket here. Ujjaj. Na. Belőttük. Hanyas mondta? Rajta van valahol. 13-as, jó. Drájcén. És akkor én nem megyek fel a hajóra, mert nem megyek fel. Ezen a hajón egyébként nagyon rossz a zuhanyzó. Nagyon rossz, ja. Nem szerettem soha, én mindig ezt a svédet használtam meg, inkább én kifizettem németbe, de nem. Ember. Dry C. Akkor használjunk a Dry C-t, itt van egy ilyen kupon, és akkor ott van Bane. Ban. Dry C. Megy a sor mellett, öcsém. Látjátok? Na hát én ezek az utolsó, ez nem úgy. Nem úgy van ez kitalálva, hogy itt elmegyünk a izém mellett, nehogy ezt így. Nem tudom, hogy egy kis újra, hogy esetleg, mert arra is szoktak még variálni. Hogy én üres vagyok. Mondja, nem úgy van, hogy hajót csak úgy meg rongyolják, aztán jó van az úgy. Azért gondolom, ezt újra elosztják. Mondom, az élő állatost azt kitették oda például a 14-be, hogy én miért jövök ide, azt nem tudom. De én mindig abban bízok, hogy utolsó. Én mindig utolsó, úgyis meg fogok állni. Tehát én mondtam kifelé itt is. Ha első vagyok, akkor megyek, ha közepén, akkor én meg félreállok és menjenek, mehet. 200 méterrel kelljen át. Elszabadul a pokol. Megérkeztem Németországba a hajóval. 14 óra 13 van. Megint csak félreálltam. Itt hogy egyből ősz a hajóról, tehát itt van mögöttem még így a hajó, tehát hogy ott van a felszálló oldal, ez a leszálló oldal, itt aludhatsz. Csak látod, itt vannak ezek a izék, hogy a reklámtáblát, nem a kardát, tehát úgy álljál meg. Tehát egész nyugodtan itt tudsz aludni. Én volt így, hogy itt töltöttem egy hétvégét. Hát igen, régen. Ég a régi Laci csinált ilyeneket. És megyek akkor Lübeckbe. Megint csak félreálltam, tehát ez nem vettem fel, tök mindegy, elbírtuk kézen, hogy mennek innenki fel, mint az állatok. Jó, tehát nyugi, báljál félre, vársz egy pár percet, és akkor utána el tudsz indulni, és akkor nyugalomban nincs is senki, egy-két okosabb félreáll, vár egy picit. Na, elindultam befelé. Azt nem tudom, hogy mondtam-e, hogy a hajón, tehát a vásárlás, ugye még mindig van, aki abban a hitben van, hogy egy parfümöt érdemes venni. Hát figyelj, nyitva vannak a parfümériek, de az már szerintem nem a mi pénztárcánknak van nyitva. Tény, régen valóban érdemes volt venni, én nagyon sokat vettem az angol hajón, mert tehát olcsó volt, de figyelj, nagyjából mit tudom én, a Hugo Bossnak vagyok a híve, meg Black X-es, meg ilyeneket szoktam venni, de tehát mondjuk neten otthon ugyanúgy be tudod szerezni. Én a Chanel 5-ös parfümöt vittem a Muternak, az veszedelmes áron volt, tehát valami harmad áron tudtam megvenni, de például legutóbb volt, hogy mentem, tehát a 100 ml-est, ne hazudjak már egy nagyot, valami 20 000 forint környékén vettem, tehát otthon azt hiszem 50 körül van egy ilyen parfüm. Sőt, vettem a barátnőmnek is, egy valami Le parfümöt, tehát ugye ez az azt jelenti, hogy a parfümök parfümét olyan erős, hogy ráfúj így az ujjára, ide teszi, már az brutál, egy nagyon-nagyon drága parfüm, az is valami 60 körül van a boltban, azt is sikerült megvennem 20-valamennyire a hajón. De az a helyzet, hogy nem tudom miért, brutál megemelték az árakat, és legutóbb néztem át, a Chanel 5 is már elszállt. Tehát van, amivel még olcsóbb, mint otthon megvenni, de már annyira nem.
Úgyhogy legfeljebb nézd meg, majd saját magadnak számolgasd át. Sört szoktak itt venni, azt, ahogy nézem, igen, az elképzelhető, hogy olcsó. Hát figyelj, ilyen, mit tudom én, esetleg, hogyha veszek most egy-egy olyan csokoládét, mint most is vettem azt a Toblerone, vagy mi a fene annak a neve, azt megveszem így ajándékba, de nagyon, nagyon úgy nem szoktam semmit se venni. Na, bejöttem a rakodóhelyre, 17 óra 26 van. Erre nyisd ki két oldalt. Az a szerencsé, hogy az újabb póttal vagyok, hát ez nem lesz egyszerű. Na, majd megmutatom miért. Na, megpróbálom körbeírni jól, hogy mekkora szopás ez. Mind a két oldalon nekem több fakkos, tehát azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6 fak van a négy helyett. És minden oldalon, hát nézzétek, csak ide van feltéve, egyébként 17.44, akkor 20 percig szedtem szét. Mindet kötni kell lesz. Elvileg mind alá csúszásgátló gumi. Élvédőzni. És az a lényege, hogy nekem itt minden fakban és csak van, azt mondja, hogy három ilyen alumínium, szar ilyen beakasztós, ide kell beakaszgatni ebbe. Kettő vagy három fa, egy ilyen nagy fekete, ilyen meg ide alulra a sima alumínium léc. Hát, így látjátok, mint ahol becsapott a bomba. Íme. Ez eléggé nehéz egyébként. Mondjuk alulról elég nehéz, tehát ezt fel kell menni. Most azon próbálkozok, hogy ha sikerülne, menet közben rakosgatni össze. Ahogy betesz, mit tudom én, olyat viszek, mint itt a csávó, ez a Haller. Ilyen duplán raklapos dologgal. Hát nem tudom, mennyi idő lesz. Szerintem sok. Hastom, mikor kezdtem, 5 órakor kezdtem. Basszus, van ebből a 2 órám. Hát, kájó. Karácsonyi ajándék, mi? Na hát, megy bőnyálló. Keményen. Este 7 óra van. Most valaki megkérdeztétek ezt, hogy nem értitek, mi ez a munkaidő. Ez. Az, hogy reggel 6 órakor így beültem ide a kamionba, vagy benne ültem, ide ültem ugye a kormányhoz, elindultam, és azóta dolgozok. Ez. Az, hogy ebből vezetési idő van, mit tudom én, 8 óra, az összes többi az ilyen. Mint például most, hogy 2 órája rakodok. Na hát, ennyi. Kötözgetek, mutatom nektek, hol tartok. Elment a... mindenki megállt. Tessék, itt az összes targonca. Eddig vagyok megrakva, tessék. Kötve. Félig. Na, mikor fog kimenni? Este 9-kor. Mikor kezdtem? Reggel 5-kor. Na. Ezt szerintem eltaláltad, mennyi lesz a munkaidőm. Jó, most szóltam a cégnek, hogy... Nem mondja, hogy de rakodjak meg reggel. De mondom, már félig rakott vagyok, basszus. Most zárjam be. Venjek ki. Ja. Hanem, ja, hol találok parkolót majd? Na jó, mindegy. Nem, csak az, hogy fáradt vagyok, és az, hogy nehéz. Érted? Rakosgatni állandóan kicsúszik a derekam, ott a szartól. Hát most nekem kell itt rakosgatni. Úgy van, hogy figyelj. Két csúszásgátló gumi alatta, két csúszásgátló itt, ott. Élvédő, spanifer, közben rakosgatni ezeket a szarokat. Nehogy azt higgyétek, hogy olyan egyszerű. Raklapokat húzolni onnan hátulról előre. Jó. Oké, hát van ilyen rakodás is, ez szopás, ez biztos, hogy nem csinálnám, ezt tudni. Tehát ezt még megcsinálnám szerintem egymásnál, hogyha ilyen munka lenne, szerintem is érdekelne a fizetést. Tehát ez hát, mert nem, tehát ez a pórkocsihoz, ez rohadtra a szar, ezért. Mert elég basszus 15 órát dolgozni, nem, hogy még ilyenek kell szarakodni. És az embernek ugye ilyenkor, hát van a szar a kedve, mert fáradt. És az, hogy nem látom a végét a dolognak, csak az, hogy csinálod, és nem haladunk vele. És akkor bejelenti az, hogy pauze, az akkor baromi jó, mindegy, jó. Úgyhogy ezt a kártya nélkül megyek egyébként, ezt eldöntöttem, tehát nem húzom rá a kártyára, kész, nem érdekel. Azért én úgy tudom, hogy azért nem nagyon tudnak megbüntetni, hogy nehezen bizonyítható, vagy én nem tudom, hogy van. Nem is érdekel, de a kártyámra én már karácsony előtt nem húzok rá semmit. Hol ráadásul Svájcban megyek, nem? De semmit. Szóltam a cégnek, de az biztos, hogy tehát, ha meg is büntetnek, itt voltam bent, időben itt voltam, itt vagyok 15 órától, 4 óráig itt vagyok ennek a cégnél.
Azóta, és jó, el kellett menni az irodába, be kellett összejelentkezni, ki kellett menni a kontrolloshoz. A kontrollos odajött, megnézte az összes panifert, megnézte a pótkocsit, megnézte végig a csúszásgátló gumikat, stb. Nem volt elég, menjek el az irodába, akkor vegyek fel, akkor menjek vissza hozzá, akkor az ott kipipált, akkor menjek be az irodába, akkor jelentkezett be, akkor kaptam egy csipogót, jó, le tudtam ülni, vagy fél óra hozzá, jó, jöjjek be, kezdjem szétszedni, de várjak még, mert itt volt két másik kamion, addig én szedjem szét, jó, megjött, van egy csúszásgátló gumi, ez neki nem jó, az agyam már majd felrobbant, jó, akkor ő hoz, ad, ő csak izé, jó, azt tesó, csak már nem tudom hova tenni, majd haingáljam el, mindegy, valakivel találkozok, munkosodott, hogy bulgárnak, vagy lengyelnek, vagy többinek, úgy örült neki, mint majd a faszának, és jó, ezt kezdjem el, akkor azután ezt rakodom, most itt vagyok, jó. Most nagy az, hogy itt fogok ülni, nem most a céggel beszéltem, most akkor húzzam át a ponyvát, addig majd rakosgassam hátra a leceket, stb. Érted? Folyamatosan itt, nonsz, így, nem az, hogy itt ülök és újságot olvasok, de azt érdekelne, mert nem alszol, nem a pihenődet csinálod, ez a munkaidőnek számít. De én dolgozok reggeltől estig. Ez, hát ezt mondtam nektek, ez nyugodt. Eljött a reggel, hát nem volt kellemesebb, mint a tegnap esti mutatvány. Arra keltem, hogy kifogyott a gázolaj a kályhából. Ugye nekem arra külön tartályom van, és iszonyat nehéz belőni. Hát ugye az, hogy hétvégén is ment végig az autó, vagy a fűtés, általában 3 napot bír. Ez a harmadik eset, hogy arra kell, a gázpalackkal tudtam, ugye azzal tudok a leggyorsabban meleget csinálni, hogy begyújtom, és akkor felülről kezd melegedni először a kamion. Hihetetlen, nagyon-nagyon kemény erre ébredni, hogy látod a leheletedet. Ezt nem kívánom soha senkinek. Hát biztos fogsz vele találkozni, hogyha mondjuk lemerül az aksi, vagy valami ilyesmi. Ez nem volt elég. Megint alacsony a hűtőfolyadékszint. Pirossal jelezte. Most azért nem jelzi, mert leállítgattam, hogy nézzem. Hát tettem vele másfél liternyi hűtőfolyadékot, úgyhogy hívni kell a szervizt megint, hogy itt valami más lesz. Néztem, a kamion alatt nincsen víz, úgyhogy elfogalmam nincs, hova tűnik a víz belőle, nem is az én dolgom eldönteni, nem vagyok egy műszaki zseni egyébként. Amikor meg kell csinálni valamit, ha letolmácsolják, nagyon szívesen megcsinálom, ha azzal nem veszélyeztetem magamat. Úgyhogy sajnos ez az utolsó hét úgy látszik, hogy ugye karácsony előtt ez így betesz. Hát mindegy. Na, megreggelizek. Tehát az a baj, hogy fél hét van. Nagyon el sem merek indulni az autóval, nehogy itt tényleg megint kifüstöljön, vagy valami kárt csinálja benne. Úgyhogy 7:30 körül kezd a srác, aki intézi a szerviz dolgot, felhívom, és meglátjuk, hogy mit tudunk csinálni. Úgyhogy sajnos megint fülkebillentés, akkor azt meg nem mondtam, akkor mindent pakolni kell, tehát mindent itt le kell pakolni a felső ágyról, meg nehogy bármi is boruljon, mert volt például a kollégámnak, hogy itt volt a víz, és akkor belement a szélvédőbe, és belepett a szélvédő. Jó. Tehát erre figyelni kell, hűtőt, mindent lehetőleg jól bezárni. Én úgy szoktam, hogy a hátsó üléseket hátra döntöm, az ágy véletlenül se tudjon kinyílni. Felülről minden lepakolva oda, innen két oldalról is. Tehát tényleg úgy, hogy ne boruljon valami, még így is van, hogy szokott egy-egy dolog, csak a szélvédőre vigyázzunk, hogy ez már az ébresztő óra, 6 óra 30-ra belőve. Hát 8-kor indulnék egyébként alapból, hát másfél órával hamarabb vagyok. Elkészültem a reggelivel, ami szerintem egy tökéletes reggeli, hiszen ebben minden megvan. Talán a szénhidrát, igen, az picit hiányzik belőle. Ehhez mellé valami teljes kiérlési dolgot. 2 tojás, brokkoli, 4 gomba, 1 paradicsom, minden grillezve. Szerintem egyébként az emberek ott el szokták rondani, hogy túl akarják mindig magukat enni. Nézd meg, megint ha azt veszed 2 óra hosszára, ez nem lesz elegendő? Dehogy nem, hiszen folyamatosan eszünk. 8 óra 40 perc van, és akkor következő kaja, olyan 10 óra, 11 óra magasságában megállok majd úgyis tankolni, és akkor valamit kitalálunk megint. Jó, itt nagyot. Na, megmutatom nektek, miért jó 85-tel menni. Mert most bejött elém ez a revés, ugye? Ha most ugyanígy ütölész 90-nél valakit, akkor te így fogsz menni. Igaz, én mindig ezeket szólom le, akik így mennek, így közlekednek, mert érted a lényeget? Gondold el, hogy kivillan a lámpája, agyadig felfogtad, és már a revében, így benne vagy a hátuljába. Viszont ilyenkor csapsz egy irányjelzőt, még előzni tilosban is. Kicsapódunk, felturbózunk 90-re, és figyeld. Pikpak, senkit nem tartasz fel, nem tartasz le, nem vered a kormány, miért nem engedi a rendőr, ott megy előttünk, mi pedig előzni tilosban csavarunk, mint a golyó, de a rendőr ezt nem látja egyébként, ezt tudjad.
mert a tükörben ezt nem nagyon fogja észrevenni, ha a személyautóból feltűnt már neked egy ilyen kamion előzés elsőben. Jó, és akkor ennyi. Le is van előzve, kicsit eltávolodunk tőle, ezek egyébként 88-al mennek körülbelül, az előbb előztek le. Eltávolodunk, hogy ne a seggébe fékezzünk, vagy az orrába fékezzek úgymond bele, és szépen elengedem a gázpedált, és 85-tel folytatom tovább utamat. Hát én ezért vagyok emellett a dolog mellett, mert ennyivel nyugodtabb. Ha nagyon nagy a forgalom, annyiból rosszabb ugye ez, hogy mindig utolérnek, előzgetnek, befékez, kifékez, utolér a dombon, de a dombon ő lassabb, stb. Igen, tehát van azért hátránya is, nem mondom, de 90%-ban ez a jó benne, hogy én nem érek utol nagyon ritkán valakit, csak ilyen mókusokat, azokat pedig így lenyomom, mint a izé. Hát igen, ha te kamionod mondjuk nem megy csak 85-tel, van ilyen is, főleg mondjuk németben, ugye a Gerhardnál nekem kapásból olyan volt a kamionom, hogy 85-tel ment, de kénytelen volt a 82-vel menni, azért, hogy hagyjak benne pluszt. És még egyszer mondom, higgy nekem, nem fogsz hamarabb odaérni, hiába mész a 90-nel. A számok azt mondják, hogy persze, csak a realitás az nem egészen így mutatja, vagy ha hiszel nekem, akkor számolj nyugodtan utána. Az átlag sebességre kihozzuk, amit te állandóan te fennakadsz, meg mennyit idegesked, kb. Egyébként 10 perccel vagy előrébb, ha előrébb is vagy egyáltalán. De nekünk van egy ilyen segédeszközünk, amivel én szerintem még előrébb vagyok. Jöjjön egy újabb történet, ebben az esetben nem kamionos, hanem személyautóval, amikor nyaralni voltam barátaimmal talán 2010-ben vagy 2011-ben, ugye én elég sokat jártam Békés-Szent Andrásra vagy Szarvasra, és ez a történet Szarvasról való, és elég komolyat változtatott egyébként gondolkodásmódomon is ez az eset, mert hogy egy olyan dolog történt, amit én úgy gondoltam, ilyen nincs a mesébe. A világon ilyen nincsen. A MOL kulton álltam meg, a Tesco-val szemben lévő MOL kulton Szarvason. Azt hiszem vele szemben, vagy valahol ott van azon a környéken egy MOL kult. És kívül, szerintem még mai napig ott van, kívül volt egy telefonfülke. Ez a sima egy ilyen búra van ott, meg a telefon, de a telefon ugye már nincsen benne, de a búra ott volt még. Bementünk oda kávézni, elszívni két cigit, ugye még dohányoztam, és nekem szokásom, hogy én leteszek dolgokat, és úgy, hát, ugye elfelejtkezek. Hát ugye én fizettem akkor a barátaimnak a nyaralást, benne volt, mit tudom, hát ugye Spanyolországban éltem, és mondtam, hogy meghívom őket egy nyaralásra. Lényegében 100, nem tudom, 20 vagy 30 ezer forintban volt akkor ez az első nyaralásunk, ez egy ilyen kisebb ház volt ott. Nem volt benne szinte semmi extra, mi úgy, mint később, hogy meséltem, hogy már ilyen két medencés, meg jacuzzi is, meg mi egymás, jó. Tehát nálam volt a pénz, pénztárcámat letettem ebbe a fülkébe, kicsit még ott fociztunk a benzinkúton, el voltunk, mert meg még kicsit odébb volt a találkozó a ház főbérlőjével. Elindultunk innen, útról, nem is sokkal később, hív édesanyám, hogy hol vagyok? Hát mondom, már Szarvason vagy Békés-Szent Andráson, itt a lakás. Hú, azt mondja, most hívtak fel a MOL kultról, hogy a pénztárcámat ott hagytam. Hát, ilyenkor tudod, mi történik, a szemed így kidöbben, kiguvad. Hú, mondom, ember, mondom, benne az összes pénz. Hát ugye a mutát gyorsan lenyomtam. Még csak a ház felé tartottunk, hogy először még mindig odébb voltunk időben, csak hogy ránézzünk, hogy valóban akkor milyen lesz. Ilyen téglából kirakott úton kellett menni. Hát szerintem ilyen gyorsan ott még autó nem ment. Nem volt semmi értelme már, de hát ugye milyen az ember, ha rohanna vissza, szerintem egy 80-nal végezen a téglás köröngyös úton. Hát mindenki lesápadva ugye a kocsiban, hogy úristen, hát annyi pénz volt nálunk, kész ennyi, amit én fizettem volna. Kiértünk az útra, hallottam, hogy valami csatok, a gumia szétszakadt, tehát a belső részeből kiszakadt egy darab, és az hozzáért a kerékhez, nem is érdekelt. Vissza a MOL kultra, így berongyolok, mondom, úristen, mondom, elnézést, de mondom, hívtak innen, hogy előleg a pénztárca itt van. Visszaadja, és gyerekek, forintra ott volt benne az összes pénz. Így döbbenten állok, mondom, be benne a pénz, azt mondja, persze. Szóval itt volt egy úriember, és
ő hozta be, ő látta meg, és kérdezték is tőle, hogy esetleg telefonszámot akar itt hagyni, mert ugye azonnal kérdeztem, mondom, megtankolnám neki az autóját, vagy valami. Nem, azt mondja, ő nem kész, ez nem az övé, ő ezt így beadta. Mondom, ez most komoly, mondom, ez most vicc. Nem, azt mondja, így van. Ott volt bent egyébként a benzinkúton, volt 3 dolgozó, vagy 2 dolgozó volt benne, volt még a főnök is. Mondták egyébként, hogy hallottak ilyet, hogy a lottózóba is adtak már vissza ugyanígy pénzt egy szarvason. Hát mondom, ez döbbenet. Hát ezt nem akarom elhinni. Benne volt az, amit tudom, 120 vagy 130 ezer forint, fillére pontosan benne volt. Hát mondom, ez kész. És akkor mondom, hogy beszélgettünk, hát a szívem a torkomba, hogy mondom, ezt ilyenkor jut az embernek így az eszébe, amikor te találsz mondjuk 100 ezer forintot, most gondold azt, lehet, hogy te szegény vagy, igaz? De soha nem tudhatod, hogy kitől veszed el azt a pénzt. Mert most jelen esetben 5 embernek, 5-en voltunk, 5 embernek a nyaralását, az egész éves ugye kipihenését te mondjuk tönkretetted volna, lehet, hogy ezáltal neked van 100 ezer forintot, lehet, hogy eltörzsülöd. No, ugye könnyen jött pénz, könnyen megy, így van, veszel belőle valami hülyeséget, vagy éppen hitelbe befizeted, de tök mindegy, ez a pénz nem lett volna, akkor megéltél volna nélküle, de másnak meg rosszat teszel. Vagy mi van akkor, hogyha valakinek tényleg a hitelje van benne, vagy a gyerekének, érted, a gyógykezelésére, ez annyi minden átfordult az agyamon, hogy basszus, hanem ez eddig nem is nagyon fordult a fejembe meg, hogy nem tudhatod, kitől veszed el azt a pénzt. És azóta megmondom neked a frankot, bármennyi pénzt találnék, én visszaadnám. Nem érdekel, hogy kié, meg mié, egyszerűen így fognám, visszaadnám. Ha ad, ad, ha nem ad, nem ad, nem is érdekel. Szerintem a normálisabbja adna valamennyit, de ha nem ad, az se érdekel. Kész. Nem érdekelne a 20 merciában, sőt, lehet még jobban örülnék, hogyha 20 merciál a házat, lehet, hogy valami jó kis frankó kis munkahelyet ajánlana, érted? Tök mindegy, én visszaadnám. Nem az enyém, az ugyanúgy szerintem lopásnak minősül, és ez egyszerűen nem fér bele. De ez nem szerencsé, hogy találok, vagy nem találok. Jó? Tehát én erre buzdítlak téged is, hogy jó gondold át. Ha te olyan vagy, hogy egy mercisnek, vagy egy ilyen, most maradjunk egy nagy milliómos háznak, a házban élőnek nem adnád vissza, jó, de szerintem akkor legalább sétálj el és nézd meg, hogy kitől veszed el, mert tényleg nem tudhatod, hogy milyen szerencsétlen hagyta el, és lehet, hogy tényleg a havi lakástörlesztője van benne, vagy bármilyen, oké? Okay? Úgyhogy ezt köszönöm szépen még egyszer. Nem tudtam megköszönni annak az úriembernek, aki ezt jót tett velem, de nagyon-nagyon sokat változtatott a felfogásomon, ő is. Az élet így lögdösött oda, ahova jelenleg tartok. Úgyhogy vannak ilyen történetek, úgyhogy nekem ebből szarvas egy ilyen örökké mindig egy mosoly lesz a pofámon, ha eszembe jut. Amúgy is elégedett vagyok az ottani szolgáltatásokkal, akárcsak ugye ott van a mini Magyarország. Az arborétumban érdemes ellátogatni, érdemes megnézni. Ajánlom mindenkinek.